Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Drága hallgató, itt vagyunk, itt van. És jó idő, tapsolj. Nagyon jó idő van, bizonyán. És egész héten az lesz. Csapadék szegény, meleg, száraz idő várható, bár szerdán egy kis lehűlés is lesz. Igen, de gyerekek, ez a 8 fok korra reggel, ehhez nem vagyunk hozzászokva, mert az, hogy napközben már jó idő van, ez rendben van. Mert ugye hát mégiscsak jön a tavasz, de 8-9 fok reggel, hát ez egy enyhe. Enyhe reggel tulajdonképpen, most már tényleg azt jelenti, hogy csak meg jön a jó idő, gyerekek, nem? Csicseregnek a kis rigók reggelenként, olyan zaj csinálnak, hogy be kell csukni az ablakot, le kell húzni a redőnyt, be kell dugni a fület. Hát van még egy megoldás. Konzervdobozokkal dobálni őket a patent. Na ez, igen, sörétet a vinkója alá. Azt mi meg lehet csinálni. Az olyan jó madárcsicsergése kellni, nem? Amikor ők is érzik, hogy jön a tavasz, és akkor úgy ébredeznek, és már egy fél öt körül csiripelnek, hát az nagyon, az nagyon finom. Nyitott ablaknál alszol? Nem, de amikor kimegyünk, akkor halljuk. Ja, mert így kezdtem becsukni az ablakot. Mondom, azért meglepődnék, nem most. Egyébként bejön a zárt ablakon keresztül is. Ha odaülnek az erkélyedre, vagy a párkányodra, akkor az be. Mondjuk nekünk elég a nyilászárónk, de amikor nyitod az ajtót, akkor becsukod. Kintott. Igen, és mi ez hajnali fél négykor, aha, nem? Tehát valahogy ők nagyon korán vidám, kelnek. Tudod. És egy idő után nagyon szép, nagyon aranyos, jaj, de szép mindjárt itt a tavasz, már este hajnak kettőkor meg izé. Igen. Na, milyen volt a hétvége? Mit csináltatok? Ki merre volt? Hol voltatok? Hogy telt? Jó volt? Minden oké? Sétáltunk, tök jó volt, mert üres volt. Hát tudod, azt mondták, hogy lehet vasárnap. Figyeljetek, én járkáltam a városban, voltunk cirkuszban, kint egy bevásárlóközpont mellett volt egy nagy klasszikus sátras cirkusz, és mentünk a bevásárlóközpont mellett, és így tök üres volt az egész parkoló, ugye a vasárnapi zárvatartás. Megláttátok a három oroszlán. Én nagyon vártam, hogy szabadság lesz az oroszlánoknak, de nem volt, nem sikerült. Viszont szombaton, olvastam, én nem voltam bevásárolni, de állítólag szombaton a magyar nép megőrült. Na, elindult mindenki. És mindenki elindult vásárolni. Hát egyrészt ugye március 15-e, tehát egyébként sem lettek volna nyitva boltok, de ez volt az első zárvatartós vasárnap, és hát az internet beszámolói szerint megőrült a magyar ember. És fura, hát egy napra nem, hát volt nálam ünnep, úgyhogy vasárnapra esett, nem? Egyébként igen, meg volt már olyan állami ünnep, amikor háromnapos volt, akkor is azért valahogy meg lehetett oldani a dolgot, de nagyon sokan elmentek vásárolni, és hát állítólag egy csomó olyan bolt volt, aki viszont direkt ráment erre, hogy akkor szombati nagy kedvezmény, tehát mint én az ilyen plázás nagyboltok. A vasárnapi nagy kedvezményt át kellett rakni egy másikra. Át kellett rakni, tehát szombat őrület, vasárnap viszont ugye vagy tüntetni voltak az emberek, vagy nem, ez a kettő, vagy szimpátia, vagy ellentüntetésen voltak, és szerintem egy csomóan egyébként élvezték. Igen, a vasárnap. Szombaton már lejátszották a Pákozdi csatát az Osanna. Igen, és utána vasárnap viszont megpihentél, de tök érdekes volt, hogy így menték keresztül a nagy parkolón, ennél a bevásárlónál, és sehol senki. Tök hát ez a látvány, ez hozzá kell szokni. Ez lesz van, most már ez lesz majd. Én még egy merényletet elkövettem saját magam ellen, mondom, megnézem az új nemzeti főadót, az M1-et, nem tudom, hogy ki csatlakozott hozzám. Én csak összefoglalókat láttam. Csak összefoglalókat láttam. Hát az... Hát figyeljetek, azért erre lehet, hát nagyon lehetett volna szerintem egy picit jobban készülni. Egyrészt azért nem értem, mert ott elméletileg azért van egy csomó olyan ember, aki ott dolgozik mondjuk 30 éve, vagy lehet, hogy csak 10, de hogy ott azért van emberanyag, tehát egy csomóan már vannak, és mondjuk a bejátszó anyag a elindítása a plégomban, az a... Én csak ilyen összefoglalókat láttam az Indexen, a HVG-ben, most a 444-ben, nem tudom, hol néztem ezeket. Hát az valami elképesztő. Tehát olyan volt, mintha egy szakközépiskola elindítana egy televíziót, egy suli televíziót. Egyébként szép a stúdió, jól néz ki a hírrészleg, az egész szerintem egyébként egészen pofás lett. Egészen nyugati, de hát az az eséskelés, ami ott történt, az valami elképesztő. Figyelj, ha valamelyikünkre bíznának egy bármit, most nem kell nemzeti hírcsatornának lennie, de hogy azt mondják, hogy Balázs, holnaptól lesz az RTL-nek egy és azt te csinál, nem készülnél így rá? De fura, hogy mert hogy egyébként csak egy bejátszót kell elindítani, de tehát jön a híradó anyag, bejátszó, tehát ezek még csak nem is annyira bonyolult. De ezek annyira új bonyolult. Idők, új szelet. Hát most ez, lehet, hogy ez lesz a trend, most diktálok. Nem, itt a megdöbbentő az, hogy ez ennyi pénzből készül, és hogy
ennyire futotta. Az egész egyszerűen tényleg megdöbbentő volt. Persze nyilván ez egy indulás, és tele van gyermekbetegséggel, meg nem tudom, de hát amiket én láttam internetes portálok által, mert hogy ők ezt összeszedték, ugye nyilván, kigyűjtötték ezeket a bakikat, hát én egy 3 percet néztem meg belőle, az elképesztő volt. A végén elmentek feketébe. Tehát mondták, hogy na jó, ezt már nem tudjuk megoldani, 2 fekete. Ma ennyi. Kapcsolod a kiküldött tudósítót, aki nincs a helyszínen. De óriási. Úton van, nincs ilyet. Aki nem tudja, hogy adásban még dumál meg integet valakinek, majd elkezd beszélni, de nincs hangja. Visszakapcsolsz a stúdióba, felkonferálod, akkor a rövid híreket az nem jön. Aztán még egyszer megpróbált felkonferálni, ekkor jönnek egy másodperces rövid hírek, így a képek. Tak, mint amikor ugratsz a képkockák között. A minden lehet, egyes hogy ez anyag. Is történt. Egyébként igen, azt mondták, hogy nagyon rövid lesz a híren. Kiszkriptelem még. De figyelj, ez már adásban. Ja? És ez direkt így március 15-re a nagy... Hát nem tudom, ezért érdekes. Szeretnék volna elindítani, hogy ez most hát legyen, vagy ez tudatos volt? Tehát azt gondolom, hogy most március 15-e. Úgy volt tudatos, hogy azt mondták, hogy hát, úgyis ünnep. Úgyis templomban vannak, úgy se látják. Templomkertben. Mondták, hogy templomban nem muszáj menni, de a templomkertben lehet sétálni. Szóval azért érdekes a dolog, mert egyrészt olyan emberekkel dolgozunk. Igen, hát azért ott van rutin, meg azért ezt meg lehet oldani. Igen. És meg akkor... hát anyagi forrás is azért van bőven. Tehát nem az meg ha tudod a terhet, akkor készülsz rá. Én azt gondolom. Uh-huh. Tudod, hogyha úgy elsőre oda kell ülnöd, akkor azért összerakod. De felé lehet, hogy készültek rá, és így jött össze. Ja. Ez igen. Ilyen lett ez volna, a teljesítmény. És akkor most minden átmegy a Dunára? Így van, minden átmegy a Dunára. A szórakozó. Vagy szórakoztató. Ez az M1 lett a Duna? Igen, az lett az új Duna. Az az új Duna. Igen. Az a Duna az új M1. Az új M1, mert hogy új Duna is, mert addig ott ugye azért inkább közszolgálati műsorok mentek, tehát az eltűnik onnan akkor. Mindenféle ilyen közszolgálati, és átmegy oda az M1 szórakoztató részlege. A Duna World lesz a szórakoztató, az lesz az új Nóta TV. Tehát a Duna World. A gyerekek, én már fogom követni. Nem mint olyan nagyon sokat nézném, vagy potenciálisan azért én úgy komoly néző lennék, mert se időm, se energiám nagyon tévézni, de hogy csak a Duna, és az M1 lett most az új hírcsatorna. Az. A Dunán lecsúsztam sajnos, hogy meg akartam nézni ennek a Kossuth Kifli című sorozatnak az első epizódját. Arról jót olvastam. Végére értem oda, hogy Rodolf Péter vállalkozásról, nagy-nagy vállalkozásáról van szó, hogy egy picit olyan, picit 48-as, meg picit szórakoztató, meg picit gyalogos. Jót olvastam picit róla, picit jó kritikát. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, majd megnézem az ismétlését az első résznek, viszont az M1-en belefutottam. Lehet, hogy csak az én szellemi szegénységi bizonyítványom meg a tájékozatlanságomnak következménye, de én még nem láttam páros időjárás jelentést, viszont most láttam egyet, és nagyon szórakoztam. Magyarul? Igen, az M1-en. És ott áll benne, a nevüket még nem jegyeztem ez már meg, az ezért M1? Bocsánat, igen. Igen, aha. Következő történik, bent áll, mit tudom én, X és Y, bent áll, hogy hívják, Gábor és bent áll, Krista. Krista. A hétvége időjárása nagyon jól sikerült, de erről bővebben Gábor. Köszönöm, Krista. A hétvégén nagyon kellemes idő volt, eső nem nagyon esett, hétközben hasonlóan szép idő várható, Krista. Picit azt nézem, hogy sokan leosztott, voltak, ugye? És igen. Leosztották és ezt a dolgot? És passzolgatták egymásnak a labdát, de ilyenkor egyébként mindig a kép is változott. Akkor Krista egy kicsit átcsorgott, Gábor egy picit beszélt, Gábor aztán visszapasszolta a labdát, Krista megköszönte, mondott 2 mondatot, aztán visszapasszolta Gábornak, Gábor megköszönte, visszapasszolta. Külföldön. Figyeljetek. Amerikában sokszor csinálják. Tehát láttam ilyet. Uh-huh. Na jó, csak az egy akkora ország, hogy a felén elfáradsz. De ott sem egyszerre mondják, hanem az egyik csak átveszi, átadja, elmondja, visszaveszi, visszadobja de a stúdiónak. De mit jelent ez konkrétan? Elmondja nekünk Gábor. Köszönöm, Gábor. Mondd el, Krista. Dobálták? Igen, és így dobálták egymásnak a labdát. Nagyon jó volt. Még nem tudták nagyon, hogy most kinek mi az asztal, ezért mindenki mondott mindent. Volt, hogy kétszer is, gondolom. Igen, aha. És hogy nem volt annyi információ, amit át kellett volna adni, amire úgy ketten voltak, de azokat a mondatokat nagyon szépen elmondták, amik rá. Mert hát az már akkor volt egy sikeres időjárás jelentés, az mindenképpen jó. De az hogy mindenképpen. Hát vagy azt mondták, hogy hát ez egyedül most nem fog menni, még srácok, inkább beküldöm mellé Krisztát. Vagy igen. Krista. Teljes. De szép a stúdiókép egyébként, nem? Szép. Szerintem szép. Tehát a híres rész is, amikor híreket mond mögötte az élet le háttér, mögötte a stúdiót, az egyébként gyerekek jól nézni. Jobban szeretem, mint ezeket a vetített blue boxos, meg green boxos jók a színek műanyag háttereket, tehát az élő háttér. Szerintem egyébként szép. Tehát jól néz ki. Tehát velük vagyunk szurkoló, ez most nem sikerült, viszont amíg nem kell dicsérjek. Jól lesz ki, Feri. Igen, köszönöm szépen, János. János, én már elmondtam, hogy szerintem jól lesz ki. Van még egy új tévénk, mert Petőfi tévé lett az M2 tegnaptól. Én ezt most tényleg nem tudom, a rohadt életben, hogy ezt nekem valaki, mint egy családfát rajzolja le, komolyan mondom, hova kapcsoljak, ha
szórakozni akarok, hova kapcsoljak, nézzük már bele a Petőfi TV-be, akkor most mi vagy a Petőfi TV-s ügykeret. Az hol van, az teljesen új? Az nem, az az M2. M2 Petőfi, és meg kell is... Az M2? Az lett a Petőfi, tehát az M2... De még nem írja át. Még nem írta át. És a Lolka és Bolka is régi. De akkor most az M2 és a Petőfi TV az ugyanaz? Ugyanaz. Ugyanaz. Nálam legalábbis ott. Ennek lett az arca a Csilla, aki egyébként tök ügyes, és tökre kivirult, mióta elment a TV2-től. Én nagyon drukkolok neki. Hadd dicsérjek egy kicsit. Na. Tegnap este belefutottam a Pilvaker nevű sztoriba. Ez már állítólag nem az első, én le voltam maradva. Ez ugye a Pilvax kávéház és a vakerálásnak az összevont. Na necsi. Figyelj, hát gondoltam én így megfejtem legalább saját magamnak, érted, hogy mégis mi lehet ez. Na nevicsi. És az történik itt, nem tudom, hogy láttátok-e ti, vagy hallottatok-e róla, hogy a rapperek, fiatal rapperek nyúltak hozzá most a március 15-tel kapcsolatos versekhez zenével együtt, és szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, volt egy pár ilyen izgalmasnak tűnő dolog, ahol egy picit megakadtak a srácok, de a legtöbbje pedig az, hogy ezeket a verseket, most volt egy csomó József Attila, amit beemeltek, megcsinálnak úgy, hogy a fiatalokhoz szól, az szerintem tök jó volt, és Csillára... Talpra, magyar hi, a haza, ez a balhé, hű, de fa... Ja. Nem akarsz indulni jövőre? De miközben ennek az egy üdítőitalhoz, mert hogy ez az üdítőital támogatta. Azt én se értem. Azt én se tudom. Hát ilyen eseményeket nem szokott, mert itt van. Az S betűs. Itt van. Nézd meg, milyen szép. Az M1. Mámi mögötte van. Igen, tehát az gyerekek, az jól néz ki. Menő. Az jól néz ki. Az tényleg jól néz ki. Az jól néz ki, és éppen tőzsdezárásokat mondanak. Na, Pilvaker, igen, bocsánat. Igen, és a végén volt a Csilla, előtte, utána, és azzal kezdte, hogy akkor beolvasnék, hogy ne csak dicsérjem saját magam, mit keres itt ez a nő, és tudod, ilyen olvasói, vagy mi az nézői visszajelzések jöttek, és ön tök jól kezelte a dolgot. Tehát igazad van abban, hogy valóban kivirult, van egy csomó. Én szerintem a Csillának ez nagyon jót tett. Én azt látom, hogy már a dalban is nagyon ügyes volt, most én nem láttam, de hogy ott úgy... Sorvadozott szegény kém ott a kárász mellett, mondjuk hát, ki nem tenné. Hát, ugye? Tehát, hogy már önmagában ez neki egy rakit a hajtó, amit rászerelnek, hogy nincs ott a kárász. Nincs ott a kárász, igen, de hogy akkor úgy mondom, hogy mióta elkerült a kereskedelmi TV2-től, és a dalban is egész egyszerűen jól nézett ki, ügyes volt, volt személyiség, amit én a sok női műsorvezetőben nagyon hiányolok, hogy ott van konferált, nem, nincs személyisége, zéro, nulla személyisége van, neki az is volt, és akkor itt a Petőfi TV-n is jól szerepel. Vállalni magát, jó volt. Azt írja valaki, hogy napközben M2-8-tól Petőfi TV. Na hát, na, most már tényleg ne csavarjatok, mi mindent elhiszünk, de ezt nem. Tehát de úgy bekúszik mellé Petőfi arca, majd a logó mellé. Tehát most M2-8-kor pedig a költő maga a lánglelkű beavatoskodik. Felnőtt csatornáktól szoktuk meg, hogy így változik. Tehát napközben M2-es este Petőfi. Jó, megnézzük, ha lesz idő, mit két gyerek mellett, akkor egyszer végig szörfözöm este, és akkor megnézegetem ezeket a dolgokat. Ja, gyerekek, hát mi voltunk hétvégezni önszállodában, amiről most nem akarok semmit mondani, csak ezek majd elhallgatáson kívül, hogy ne menjetek oda. Már hallottakról, vagy jót, vagy semmit? Igen. Szóval, hogy igen. Nyírtad őket, vagy megértő vendégi voltál? Nem. Se erőm, se energiám nem volt ebbe beleállni, megkérdezte a hölgy a végén, hogy hogy tetszett, mondom, hagyjuk. Mennyivel tartozom, kifizettük, nem. Te amikor semmi nem úgy sül el, egy kis mini társasággal voltunk, jó volt gyerekek, nagyon jól érezték magukat. Na, igazából azért maradtunk. Pont ezt beszéltük, hogy ez már tényleg a felnőtté válás, amikor te nagyon mennél, szombaton fölkezd, 10 órakor reggel csokom. Köszönjük szépen, nagyon haza. Szép éjszaka volt. Beteg a mamám, indulni igen, kell. Igen, indulni kell, találunk ami kifogás, de a gyerek könyörgő arca félrevonja az anyját, és sírásra vigyedő szájjal mondja, hogy ő apa, viszont apa, itt... nem menjünk, otthon a meleg vízből a meleg jön, és a hidegből a hideg itt nekünk fordítva. Maradjon valami vicces. Sírásra görbülő szájjal félrehívja az anyját, és elmondja, hogy győzd meg apát, hogy maradjunk, mert ő itt nagyon-nagyon jól érzi magát, és itt annyi minden van neki, és akkor mondtam, hogy jó. Úgyhogy maradtunk, de hát majd, az a lényeg, majd elmondom, most... hogy hova ne. Jó? Köszönjük. Légy férfi most már gyerekeidért, élsz. Ennyi, de ez a szóvalé válás tényleg, hogy ő jól érzi magát, basszus, akkor azt mondta, hogy tök természetes maradjunk. Tehát, hogyha neki jó, akkor elvegetálott az ember. Úgyhogy se Forma 1-et, se tévét, semmit nem nagyon láttam. Jó volt? Forma 1? Talán kevesen értek be. Hát nem, ott kezdjük ott, hogy nem indultak sokan. Sokan nem indultak, de hogy annál is kevesebben értek be, hogy mindenki írtotta egymást, meg estek, keltek szegények. Utoljára hát... a 60-as években volt ilyen kevés induló a pályán, és nagyon kevesen is értek be. Ugye Hamilton behozta magát a célba. A legszebb
a díjátadó ünnepség utáni interjú, amelyet maga Arnold Schwarzenegger készített el. Mit csinált ő? Nem tudom, hogy került oda, én is csak olvastam, én már nem vártam meg a végét. Így van, Ausztráliába, és akkor az. Lehet, hogy ő se tudja. És itt ketten összefonódtak Hamiltonnal, és mondták, hogy I'll be back. Igen, ez volt a vége a dolognak, az aranyos volt. A Ferrari, csak mondom, beérkezett. Igen, alakult. Pont az Alonso eljött, erre jó a Ferrari. Jó az, mert harmadiknak is most kell lenni, Feri. Neked miért kell ez? Tehát miért kell a fél perc? Csak a tények. Ott van. Csak ott a tények. Igen. Ott van a Marussia is, meg mindenki, csak ugyanolyanokat fognak elérni, mint a Ferrari, semmit. Az a baj, olyan merci hegemónia van, én olvastam, hogy tök unalmas lesz az egész szezon. Tehát tök jó. Oké, az lesz akkor, hogy Rosberg, Hamilton, jó, vagy Hamilton, és ki van utána? Az volt a jó egyébként, hogy a Hamiltonék ugye gratuláltak a Vettelnek is, hogy a harmadik hely azért az mégiscsak oda, és hogy a Scuderia is jön fel, és maga Vettel mondta azt, hogy srácok, fél percet vertetek rám most. Miről beszél? Értem én, hogy puncsatok, jó fejek vagytok, és akkor ennek következtében Hamiltonok mondták, hogy na jó, hogy gyere el egy box látogatásra. Meghívták a Vettelt, hogy jöjjön el, és akkor azt mondta, és akkor mondta, és a Vettel vette a lapot, mondta, hogy oké, a következő mérnöki megbeszéléssel ott vagyok. Hogy mit lehet tanulni. Hát, ha ellen lesz. Új a csapatban, nagyon örült neki, milyen megköszönte olaszul is, hogy a csapat eljutott idáig, hogy egyáltalán beért az autó. Úgyhogy nagyon örültek neki, kész, ott vagyunk, ez a lényeg. Na, támadunk. Á, jó van. Még egy pár év, és megszorítjuk a belgákat. Jöhet-e már egy olyan szezon, amikor tényleg izgalmas lesz a forma? Ugyanúgy kell. Tehát, azért nem nézem, mert dögunalmas lesz megint. Nézd úgy, mint a Schumacher idejében, tudtad, hogy Sumi az első, igen, és akkor izgultál ki a második. Hát most itt a harmadik helyén izgulsz. Megfoghatatlan. Ennyi. Megfoghatatlan lesz. Jól hangzik. Nekem elég sportos volt a hétvégén, most hála jó Istennek, pénteken voltam egy ilyen kis díjátadón, meg egy ilyen kis összejövetel a BSI, a Budapest Sportiroda most ünnepli a 30. születésnapját, hát ugye évek óta ők szervezik a legnagyobb utcai futóversenyeket az országban, meg a leglátogatottabbak, legnépszerűbbeket. De futva kellett menni, akkor, hát a keletinél volt, most nem vállaltam volna be annyira szívesen, egy részébe, így szépen kiültözködve már, amennyire én nekem ez sikerülni szokott. Ott voltam, aztán szombat egy kis mászás, tegnap meg hát ott volt, bocsássatok meg, hát persze. Természetesen, mert a Lőrinc 10. futóverseny, úgyhogy hatalmas dzsembori volt, Marosi Ádammal például, kivel ötusázunk a színpadon, meg egy rakás emberrel, gyerekek, családok, felnőttek, ugye rengeteg különböző táv volt. Felhívom a kedves figyelmeteket egy olyan futásra, amit megmondom őszintén, hogy hát kívülről egy picit ilyen viccesnek találtam eddig, aztán most láttam, hogy nem egy egyszerű dologról van szó, ez pedig a babakocsis futás, ez Jézusom. A közéjövőbe érinteni fogja Balást is, ugye pókjárásba fogja tolni tényleg. Majd valószínűleg. Várd meg, amíg én babakocsival futok. Engem Ákost is esetleg, hát figyeljetek, azért az egy combos dolog, amikor azt látod, hogy 8 kilométerek keresztül mama, papa tolja a kisebb, vagy éppen nem annyira kicsi gyermekét, azért érted, valakinek na az is kihívás, hogy 8 kilométer. Kitenni? Hát ott az ögykölődik, megy, jön a sava, a bukike, miért nem figyelsz addig egy nagymama rá, vagy valaki, ha miért kell tologatni? Régen jártam el Lőrincen, vannak egész jó úthálózatunk. A földutakon ott végig tolni a babakocsit. Nem egy cross trail verseny volt, hanem utcai futott, tehát hogy ezért nem volt annyira az ögykölődés, meg ezek egy picit ilyen speciálisabb jellegű babakocsik, már szép nagy kerekekkel, meg stb. Meg jó ki vannak egyesültek, a futó babakocsi, ahogy mondott Ferenc, de hát le a kalappal előttük. Atya Isten. De megkérdezte erről valaki a gyereket, hogy jó az neki, nem? Hogy és megállsz szoptatni, ha megéhezik négynél. Hát akkor meg kell állni, per gyerek, fölsír, kicsit ráteszed, cickora, szopik egyet, aztán rohansz tovább. Éleszt azt mindenki, a gyerekek is, meg a szülők. Vagy bevezeted egyből gyorsan, így csűvel bevezeted a mellettből a gyerek szájába, és futás közben egy gomnyomásra eteted a gyereket. Igen, a babakocsival. Te hidratálsz, és az öröklön egy távozik egy formájában. Sportmelltartó, leszorít. Azt nem csekkolta. Ja, igen. És onnan cső. Az mindenek altára. Nem tudom, hogy futni kell gyerekkel igazából. Se. A gyereke se, hát egyébként se, hogy tologassak, ez se kell, ott egy babakocsival, az arra meg aztán végképp kevés az esély. Mennyire nyertük a múlt hetet? Hogy volt? Mi volt? Nagyon, 3-2. Egyet hoztak el a hallgatók? Egyet, igen? Hát akkor jó. 3-2, a lényeg az, hogy van 9 nyert hetünk, és egy döntetlen, ugye, mert az egy csonka hét volt, nem voltunk, egy napot, és akkor az 2-2, tehát 9 nyert hét, és egy döntetlen. Gyerekek, hát akkor újra. Újra lehet próbálkozni. Jó, új hét indul, teljes hét ráadásul, úgyhogy bárki írhat nekünk SMS-t, aki szeretne velünk játszani. Jó, SMS számunkat mindenki tudja, meghallgatjuk Ákos híreit,
lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Perc múlva, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak, gyerekek, hétfő van, belevágunk, nincs mese, elkezdjük, vagy hát már tulajdonképpen el is kezdtük, jönnek friss közlekedési hírek. A Kutcorgó teret szétbombázzák, figyelmesen közlekedjön mindenki. Kutcorgó tér? Kutcorgó tér. De jó neve van. Így lesz. Ide meg, Csavi, Csicsika, hogy hol van ez a Kutcorgó tér, nem hallottam még róla. Azt mondja, hogy... Ha elfáradsz, átveszünk. M7-es 130-as kilométer hajnali 4-kor a belső sáv és a szalakodák között a kiszélesített betonon trafiznak lekapcsolt lámpával, gyerekek! Haló! Haló! Hát legalább a lámpát kapcsoljátok föl. Ez 7:15-kor jött. Még nem is olvasom be a jelzőt, mert nem akarom bántani szegényeket, nem tehetnek ők arról. De kicsit mégis. A kiszélesített betonon trafiznak lekapcsolt lámpával, gyerekek. És ha valaki az M7-esen, hát azért az nagyon kemény. Ilyet nem szabadna pont egy rendőrautónak csinálni, nem? Már a kedvükért szélesítették ki? Na, azt nem hiszem. Há, miért? Lehet, hogy ott egy ilyen belső parkoló van. Lehet egyébként, igen. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. Mindig egy kicsit bátornak kell lenni, nem? Megnyitni a hetet. Akár el is veheti az önbizalmunkat az illető, ha agyonver bennünket, mert nem akkor... Nem nagyon sikerült az elmúlt időszakban, de értelem. Igen, hát ha most egy jó hétkezdéssel, egy kicsit megfordul a trend, és győzni tudnak a hallgatók, megnézzük, hogy ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Geri, honnan hívtál minket? Londonból hívtalak titeket, sziasztok, jó reggelt! A Londonból a kutyafáj, gyerekek, hát lassan tényleg hozzászokunk ahhoz, hogy több hallgatóval beszélünk külföldről, mit itthonról, mert hogy mindenki megy szerencsét próbálni. Mit csinálsz Londonban, Geri? Vendéglátásban dolgozom, 2 munkahelyen van jelenleg, hál' Istennek egy pár napja van. Az egyik egy irodaházban dolgozom, a másik pedig egy étteremben hétvégente. Uh-huh. Egy irodaházban és egy étteremben dolgozol, az nagyon menő. És családdal vagy kint, barátokkal, egyedül vágtál bele? Hát igazából 5 éve jöttem ki a nevelőfaterommhoz, aztán azóta már kint van az egész családom, nagyasszonyom és mindenki. És angol mennyasszonyod van, vagy magyar is kijött? Hát Magyarországról mondtam, hogy magyarból jött ki, tehát nyilván csak magyar lehet. Csak mondtad, hogy a mennyasszonyoddal vagy kint, hát nem, lehet akár angol is a mennyasszonyod, akivel ott megismerkedtél, és már beházasodsz valami, már nem tudom. A magyar szép lányoknál. Hát igen, egyébként az angol lányok azért ugye, hát ott van különbség a magyar lányok javára egyébként. Na és milyenként, hogy érzed magad, hiányzunk? Megmondom őszintén, nem igazán nagyon-nagyon jól el vagyok kint, éppen ezért nem is nagyon tervezek hazamenni. Hogyha megyek, akkor csak a mennyasszonyom miatt, mert ő vágyik az egy kicsit. Nem is szoktál látogatóba se sehol, hogy semmikor jönni? Igazából egy ilyen 4-5 havonta járunk haza, egy hét, másfél hétre járunk csak, de amúgy nem igazán. És milyen a légkör, amikor hazajössz? Vagy mit érzel? Mert ugye te nem vagy itt, kíváncsi vagyok. Megmondom őszintén, 5 év után már nem igazán olyan, mint amilyen régen volt, mert úgymond kiestem a régi környezetemből. Kiestél? Hát persze, hát az ember megszakítja a kapcsolatot, már nem találkozol a barátokkal, ismerősökkel, mindenkinek saját élete lesz, persze. Hát mindenkinek saját élete van, így van. Persze. És milyen az ország? Szereted, jó? Hát az éghajlata nem az igazi, nekem egyedül az nem tetszik, a meleg hiányzik. Nem is arra gondolok, hanem ugye mindig az a kérdés, amikor az ember kimegy, hogy szerencsét próbál, és ez valahol jó. Nyilván valahol szomorú, hogy ennyi fiatalnak közben el kell menni. Tehát az persze nem jó. Csak arra gondolok, hogy az ember megtalálja úgy a helyét, hogy oda valósinak érzi magát, vagy mindig érzi azért így 5 év után is, hogy azért úgy néznek rá, hogy egy külföldi munkavállaló, egy bevándorló, mit tudom én. Főleg az angolok, akik azért elég sznobok ebben. Elég zárt hát közösség. Igazából ez minden az emberem múlik, hogy mennyire próbál meg beilleszkedni a közösségbe, tehát ez mindig az illetőn múlik jelen esetben, hogy ki hogy viselkedik.
És ott a más országból is vannak dolgozók, akik az étteremben dolgoznak? Mert általában ezt angolok nem csinálják. Igazából egy olasz étteremben dolgozom, úgyhogy két olasz kollégám van, a szakácsok és a konyhások is mind olasz. És akkor kicsit olaszul is megtanulták közben? Nem, mert igazából ez egy pár nap jött, egy volt ügyfelem által, mert én előtte egy kávézóban dolgoztam. És ő hívott fel egy pár nappal ezelőtt, hogy lenne ez a lehetőségem, aha, hogy élek-e vele. És akkor úgy kerültél oda. Aztán mondtam természetesen, hogy igen, mert igazából a mellettünk lévő szomszédban van az étterem, és szóval aha, kettő percre lakom. Na jó van, Gerikém. Na jó van, nem előzzél már. Kivel szeretné játszani? A Messi? Hát veled, Balázs, veled. Londonban velem. Jól van. Oké. Nem leszek könyörületes, hogy most egy fiú, aki elvándorolt kis hazánkból, máshol próbál új életet kezdeni. Tehát ugyanolyan könyörtelenek lesz. Megnézzük. Jól van. Oké. Jani? 3, 2, 1, van. Fire. Na itt vagyok, Geri. Kérdezel meg? Kérdezel? Kérdez nyugodtan, kérdezél. Megtanultál már angolul rendesen? Természetesen 5 év után már szép lenne, hogyha igen. Szép lenne, hogyha igen. Azért, mert a szegény a nemet elkerülte, szép lenne, hogyha nem tanultam. Lenne, hogyha fekete. Geri! Hát mi volt ez? Hát ez egy olyan egyszerű kis, kicsit ostoba kérdés volt ez. Tőlem viszont meg van. A célját elérte. Ennyi. Nem hiszem el. Geri, Geri. Nem, igazából gondolom, az őszintén nagyon izgultam, mert egy pár nappal ezelőtt kezdtem el próbálkozni, és annyira... Tanulni a magyar nyelvet. Nem. És hallgatsz, és minket kint online, vagy csak mindig írtál egy SMS az SMS számunkra? Nem, minden reggel online hívlak titeket, hallgatlak titeket, mert korán kezdek itt a idő szerint, aztán igen, így legalább feldobjátok a napomat minden reggel. Applikáción keresztül, vagy a morningshow.hu, vagy hol hallgatsz minket online? Morningshow.hu. A morningshow.hu, és akkor ott jössz fel az online kapcsolatra. Igen, jól igen, van. Igen. Nincs ott egy normális reggeli műsor, akit hallgathatnám. van, de jobban fel tudjátok dobni az ember hangulatát, így korán reggel. Na, hát betegszünk még akkor most is, hogy kikaptál. Egy angol morningshow-val, igen. Hát, Gerikém, köszi. Megmondom ezek után, hogyha hallgatod titeket. Ne dobjál minket, jó? Ne dobjál minket. Geri, jó munkát neked, vigyázz magadra. Köszönöm aztán. Köszönöm szépen, sziasztok. Reméljük, hogy egyszer majd hazajössz. Ciao, hello. Szia. Hello. Bárminek jönnél. Tök igazad van. Maradjál. Nem? Hát van melója. Persze, hát ez persze. Csak az ember tudod egy kicsit, hogy mindig olyan, nem? Olyan, úgy... Nem azt mondom, hogy szomorú vagy rossz ezt hallani, csak úgy mégis egy picit fura mindig, amikor egyre többször futsz már bele olyan magyarokba, akik kint találják meg a boldogulásokat. És nem akarnak hazajönni. És nem akarnak hazajönni, igen. Szóval ebben ez a legszörnyűbb. Na jól van, oké, azt mondja, hogy Kucorgó tér 18. kerület a Sallai út végén. Tudtad ezt? Szerint a 17. a tudtad Pesti út és az Rinnyi utca kereszteződése. Igen, ezt Vecó küldte nekünk, sok helyen van Kucorgó tér, keresztúron is van. Budakeszi út a lassú haladás a belváros felé, ezt István küldte nekünk, Zircen a Győr felé haladókat pedig mérik, üzente Ádám. Köszönjük szépen, 3 perc van pontosan, 7 óra jövünk Ákos hírei után. Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra múlt 9 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és elkezdjük a hétfő reggelt. Hello, Bello Jani Feri, hello. Hello. Sziasztok! Hát hello! Hello, megetted a kis májkrémes kenyeredet? Jó hallod, volt? Finom megetem volt, a kis vega májkrémes, hoztam hozzá egy kis tévépaprikát, egy kis light sajtocskát, volt hozzá egy kis tönköly kocka. Néztem. Most pedig elfogyasztok egy kis kávécskát. Kívülről néztem, hogy milyen jó ízűen eszel egyébként, kicsit irigykedtem, ugye nem hoztam semmit.
Gusztáltad? Láttam, ott kívül álltam a wiki mellett, és néztem, hogy kis Kened a kis cellofánból előcsomagolt kis Mike Rémede. Elégedett kis fiúcska ül ott bátyban. Mindjárt kezdődik az első óra, csak amit megeszi. Hogy vajon kész van a leckéje is. És hogy előveted a kis uzsis dobozodból a kis Istenem. Csomagolt szendvicsedet, és így kinyitottad azt a kis Mike Rémes dobozt, hogy komolyan mondom, ide jöttem volna, hogy adja 200 forintot, hogy vessél még egy sportszeretet a büfébe, de tényleg, nem figyeltelek. Nem, sportszeret csak ötös után jár. Ja, igen, ez igaz. Ja. Tehát, hogy, és ha megetted a reggelidet. Így van. Ja, a nagy szünetben de majd. Megettem az utolsó morzsáig, és el is mosogattam magam után. Láttam, nagyon-nagyon jó ízűen. Eltél, és átfutott az agyamon, hogy akkor nekem is kéne valami táplálékot szerezni, de nincs nagyon mi. Miért nem kérted el a tönkőkoszkája felé? Á, nem vagyok én ilyen kunyarálós, hát majd amikor nem figyel, kiveszem a hűtőből azt, ami megmaradt. A hírek alatt átmegyek és meglátogatom a hűtőszekrényt. Nem, csak a jó ízűen etted, és aztán úgy nézni, irigykedve néztelek. Mindenem van minden, tudod, és akkor így az egész van kis komplet. Egy ilyen kis, ez a Jani-féle kis degustációs menü, így reggelek. Májkrémes zsemje paprikával. De jó egyébként, tényleg. És a zabon már szikkad, a 8-as zabon, mert azt 8 órakor szoktam betolni. Most ezt tettél 7-kor és 8-kor ráküldesz zabot? Igen. 8-kor még tol zabot? 8-kor megy rá egy mondjuk, zab. De... Nem olyan sok ez, tehát ja, egy kis falat. Mint ahogy az előbb mondtam, degustációs. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy kapok majd jelölést már jövőre, nem? Mi is sokat lehet? Beszélünk róla, nem? Persze. Pici csillagocskát csak Janikára. De mire kapnám? A legjobb reggeli? A Jani konyha. A Jani konyha? De abból akkor másokat is meg kell kínálni, hogy már el tudják dönteni, hogy ez finom vagy nem. Képzeld el, a Michelin bizottságban előtte reggel nézzük. Szabad? Egy milyen pillanat, az állapot, egy kicsit, tessék. Ne haragudj. Helyet kérek. Na, azt mondja, hogy egy-két SMS. Ezek a budapesti buszok nagyon bunkók. Na, a buszok? Hát igen. Aha. Igen. Viszont a buszvezetők nagyon jó feje. A határúton kijött elém, és majdnem balesetet okozott. Speciálba üzenném nekik, hogy vegyenek vissza, mert megüthetik a bokájuk. Speciálba. Írja nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Aztán az egyes úton almásfűzítőnél 10 perc tilos a vasúti jelzővonat, persze sehol. Jajajajaj. Igen, aztán még van egy üzenet a MÁV-nak, de ezt most így ebben a formában nem adnám át. 15. kerület, Szent Mihály út, automosonál fehér dobozosból drága fotók készülnek, ez gyalogkakuk küldte nekünk. Köszönjük szépen. És Mezőkövesd, a Zsóri fürdőnél kint vannak a rendőrök, Vivi üzente nekünk, ott is mindenki. Menjen egy picit lassabban. Képzeljétek, hogy ma reggelenként, egy olyan busszal jöttem, ami annyira extra volt, már múlt héten is belefutottam egyszer vagy kétszer, ez az utolsó éjszakai járat, ugye, amire felszoktam pattani reggelenként, és az a típus volt, amire, hogy felülsz, és akkor így, anyád, de mi, volt ülés? Vagy meleg volt? Figyelj, mi volt? Na, olyan kényelmesek a székek, belülről is marha jól néz ki az egész, tehát nem biztos, hogy új, csak performos van, ugye, de hogy valamilyen újszerű állapotban van, nem tudom, hogy honnan szereztük, honnan újítottuk be, de hogy annyira rendben van, hogy reggel felülsz, de mi, Volvo, vagy milyen típus, tudjuk, hogy Ikarusz, vagy Volvo, vagy mi? Most legközelebb meg fogom már nézni előről is. A V betű van az elején, az nem volán. Jó? Igen. Aha, szóval meg fogom majd nézni. Megnézem majd, hogy milyen típus. Annyira jó rá felülni. Kényelmes, tágas, elférünk egymás mellett. Nem az van, hogy valaki így bezöttje melléd, befelé jövet, és akkor így elviszi a bal válladat, aztán ezt majd a bal sebre kicsomodik. Igen, ráadásul. Jön most egy nagy rakat új busz, azt hiszem ebben az évben. Meg villamos is. Láttam, hogy igen. Most megjött az első transport, kamionokon. Spanyol villamosok? Igen, spanyol villamosokat fog kapni, de az egyesnek a vonalára, azok is már alacsony padlósak, és akkor az egész vonal nagyon-nagyon komplex lesz. De mondom, olyan jó így reggelenként tényleg. Ezért jó hát az, hogy az ember... kiengesztelni azért, tehát amilyen kálváriát beállsz itt meg. Egyébként minden reggel igen. Ilyen kanosszajárás, tényleg mire beérsz ide, tehát ide zimankóban, télben, hidegben, lerobbant metróval, lerobbant villamossal, szervizjáratban közlekedő buszra ülsz föl, tehát neked van kalandod reggel. Mindaz csak azért van, hogy ezeket a nagyszerű pillanatokat minél jobban tudjam élvezni. Ja, hogy egyik kicsit elvesz, igen? És akkor utána halld egy picit, akkor az már a mennybe menetel. Na, mit szólsz? Hát, okosak ezek te. Nem mindig megy, nem mindig jó, nem mindig tiszta, de néha ad egy ilyen kicsit, és akkor...
Igen. Akkor mondjuk nem tudok neki nagyon örülni, amikor mondjuk két megállóval nem állt senki, és egy kicsit hamarabb ér oda, mint ahogy ki van írva a táblára. Akkor nem tudok örülni annyira az új busznak. Mi már a busznál is van ilyen, hogy időre van, kell odaérni, tényleg? És ha korábban, akkor várakozik? Vagy hogy van? Nem jöhet hát korábban. Kellene, lehet? Jöhet korábban, mondom, hogy ha nem állnak a megállókban, akkor azért előfordul, hogy mondjuk nem óra 8-ra ér oda, hanem mondjuk óra 7-re vagy 6-ra. Ez már nekem nem annyira vidám. Ja, mert nem vár meg hát téged, nyilván. És akkor nem kell, hogy megvárjon. Tehát én a óra 6-ra látom a buszt, és én óra, nem tudom, mit tudom, 5-kor ő elmegy. Éjszakás voltam, feküdnék. Akkor ő nem vár meg, és én óra 5-félre kimegyek a megállóba, akkor elmegy simán a buszt, tényleg? De akkor mi a fenének van ez a kijelző? Hát, mert az jelzi, hogy korábban menjél ki, mert... Ja, hogy nem menjek pontosan, tehát igen, hogy számoljak igen, vissza. Igen, akkor gyere korábban. Aha. Ez jó egyébként az app, ami mutatja azt is, hogy mikor ért oda az előző megállóba, vagy hogy hol jár ebben a pillanatban a buszocska. Tehát, hogy azért az egy jó kis szolgáltatás. De milyen már buszfigyelőd is van? Van ilyen. Tényleg? Van ilyen. De nem csak a mávot tudod, hanem a buszt nem, is hanem nézett, a buszt is. A buszt mutatja, is. Hogy melyik megálló hol. Pontosan. Tényleg? Pontosan. És meg tudod nézni. Úgyhogy mondjuk ez nekem tök mindegy, hogyha mindig ugyanakkor kelek, és aztán ugyanakkor indulok el otthonról. Hogy... Egy kicsit jobban a fogmosás. Na jó, van, már elment. Lassan átszokom a tömegközlekedéssel. Figyelj, időre jönnek a buszok, jó buszok jönnek, hát lassan tömegközlekedéssel fogok járni. Komolyan mondom. Átszokom. Hát nézd, ahogy ma leparkoltál, nem is lenne baj. Na, ahogy parkoltam. Nem tudom, észrevetted? Nem is figyeltem, mert olyan álmos vagyok. Igen, hogy parkoltam? Mi van, mi baj van a parkolásommal? Ugyan meg a fiatal ember ugye beérkezik a bevezető úton, és arról kell jobbra bekanyarodni, mondom a kis parkolóba, gyakorlatilag az angol Verda fele. Kínlok az út kell. Tényleg kicsit nem gurult el odáig. Hát most nem teszem egyesbe még, érted? Vagy nem nyomok egy kis gáz. Egyesbe, hát még egyesbe kéne tennem. De. Igen, bocsánat. Melyik vége Loki, a Range vagy a Rover? A Rover. De mi nem mentem rá a falra? Nem. A hátsó kereked az az úton áll már. Hogy a francba? Nagyon jó, nekem tetszik. Lehet, hogy volt előttem egy pulyka. Ja, és akkor nem akartad megölni. Igen, biztos, hogy általában valamikor szokott elém bejönni, ott ül egy pulyka. Igen. És a múltkor is ott volt egy pulyka, és akkor nem mentem előrébb. És lehet, hogy most is láttam azt a pulykát. Milyen nagyszerű ember vagy, hogy nem gázolod halálra. Én csak úgy simán nem ütök el egy pulykát, érted? Hát ott volt, hát én nem ütöm el. Hát lehet, hogy ott volt egy pulyka. Simán lehet. Na most, amikor én most voltam kint, akkor már nem volt ott. Nem volt pulyka? Nem. De amikor te jöttél, akkor még lehetett. Igen, 6 óra előtt jöttem, ott volt pulyka. Ott 6 előtt mindig ott ül egy. Igen. De egyébként megmondom, mi az oka, hogy miért így állok meg, mert ott van egy lépcső lefele, és az a hátsó kijáraton engedi ki a például a takarító személyzetet, akik takarítanak. Arról a hátsó kijáratról beszélsz, ami mindig zárva van, ugye? Ami mindig zárva van, miatt ez a drága takarító néni egyébként nem dolgozik itt, és engem nem enged a hátsó kijáraton, addig én nekem körbe kell menni, nagyon szerettem, még itt volt. De hogy én ott a lépcsőnek hagyok helyet, mert ott mindig fölcipelnek, valamit lecipelnek, valamit költöztetnek. Néhány hónap alatt meguntad, hogy mindig a lépcsőtől lefelé már ilyen, hogy hívják, talpnyomokat látsz a motorház tetőn, meg hogy ilyen végig vannak húzva rajtuk a izék felmosó fák. Itt ott, amilyen seprű állapotban van ez az épület, ott omlik a vakolat, meg mit tudom én, egy kicsit hátrébb állok, hogy ne legyen túl nagy baj. Na, egy érdekes témával foglalkozunk 2 óra után. Egy cikk megjelent, miszerint ugye, hát ez a felmérés azt kutatja, hogy kijelentéseink 34%-a nem fedi a valóságot, és kiderítették, hogy a párkapcsolatban és a munkahelyünkön mondjuk a legtöbb kegyes hazugságot. Ami azért megdöbbentő, mert azt gondolná az ember, hogy a párjának nem biztos, hogy akar hazudni, és nem is szép dolog. Mégis megállapították, hogy 34%-ban mi nem mondunk igazat a saját párkapcsolatunkban. És itt most nem nagy dolgok elhallgatásáról van szó, vagy nagy hazugságokról, hogy van viszonya valakinek, hogy félrelépett, nem erre gondolok, hanem azt írja a cikk szerzője, hogy kegyes hazugságokat mondunk, vagyis nem mindig mondjuk ki az igazságot. És nem mindig mondjuk ki azt, amit gondolunk, helyette inkább hazudunk valamit a mi párunknak. De finom volt az ebéd? Típusú? Az ebéddel kapcsolatban, a súlyával kapcsolatban, a kinézetével kapcsolatban, a korával kapcsolatban, az állapotával kapcsolatban, tehát sokszor... Az állapot és az állaggal kapcsolatban sokszor hazudunk, és egészen megdöbbentő a szám, mert hogy azért ez magas. Mert ugye a munkahelyén hazudik, az ember az rendben van. Nem? Tehát ott nem mindenkivel vagy olyan viszonyban, nem akarod megbántani, udvariaskodsz, az oké. Okay. De hogy otthon se. De hogy otthon se mered elmondani az igazságot, és otthon is kegyes hazugságokat alkalmazol, azért az nagyon, nagyon-nagyon érdekes. Ezt állapították meg. Félsz a konfliktustól, nem? Hogy nincs kedved most azon veszekedni, hogy tényleg megint te mész a gyerekért, vagy megint nem
Valószínűleg konfliktus van. Kerülés, persze, nyilván. Vagy nem akarod megbántani, vagy nem akarod. Mit tudom én, tényleg kellemetlen helyzetbe hozni. Tehát ez erről szólhat valójában. Aha, nem? Én soha nem füllentek, én soha nem hazudok. Ja, én múltkor is, amikor mondtam, hogy egy éjszakára se cserélnének le anya Scarlett Johanssonra, akkor is látszott rajta, hogy elvisz. Ja. Látszott, igen. Mert az őszinteség az alapja egy jó párkapcsolat. És ő kire cseréld el ilyenkor? Ő mit mond üböl? Ilyenkor, mert erre a nők szoktak reagálni. Bárkire. Bárkire. Bárkire is szívesen lecserélnélek most. Igen, mert ismerve a nőket, akkor azonnal ők is mondani akarnak valami nagyon durvát, nem? Vagy legalábbis valami olyat mondani, hogy visszavágjanak. Mi a kegyes hazugság? Tehát meddig vagy kegyes? A szeretlek, drágám, az már nem az, ugye, hanem őszinte. Az, jól érzem, hogy az már ott elcsúszott. Pár év után a szeretlek, drágám, az már ilyen, tudod. Alap. Igen, ez a mi a vacsora kb. Na hát szintű. Igen. Igen, kérdés, hogy ott mennyire gondolja őszintén az ember. Na de mi, nézzük meg azokat az élethelyzeteket, mikor akarsz te inkább kamúzni egy picit, mint hogy elkerüld az igazságot. Ugye a nőknél milyen élethelyzetek vannak, a férfiaknál milyen élethelyzetek vannak. Mikor kell egy kicsit szépíteni? Amikor sietek valahol, ránézel az órádra, és tudod, hogy na, ő, még egy érzékeny helyzet, igen. Ő még készülődik, ránézel az órádra, és tudod, hogy ebből már nem lesz pontos elindulás, nem lesz pontos indulás, nem lesz pontos odaérkezés. Ergo, mit mondasz, amikor megkérdezi, hogy jó, hogy az, csak menjünk. Igen, nem, ez most na, nem volt. Itt jó. Hibá. Ez nem. Itt hibáztál, azt tudod. Én így tudom, ez jó, nem jó. Jó, az nem csak menjünk. Ez nem egy jó út. Iszonyatosan jól ne. Fél, nagyon rendben van. Hát tényleg. Hát erre anya, nem indulnék el. Anya, várj, meg picit emésztenem kell a látvány. Egyszerűen csodálatos vagy. Fél, maradjunk itthon. Mindjárt kicsomagolok. Egyszerűen. Ja, de figyelj, és ha mindjárt kicsomagolok mondat, ott viszont azonnal elindul, ja, Mónika. De nem ugye? Azért, mert nem áll jól, hanem hogy érted. De hát ruha elindulás, ott persze. Az ember azonnal hazudik, ugye? Ott mondanod kell valamit, késésben vagytok, ő még át akar saját öltözni. Igen, még nem tetszik saját magának, még a 26. ruhát föl akarja próbálni, tehát ott kimondod. Az okit majd leveszed a körömcipő alól, a kocsiban mindegy. Igen, a fehér sporzok nem jól. Szóval ott ugye kénytelenek vagyunk hazudni. Hol hazudunk még? Kaja? Szerintem ott sem mondod meg az igazat, igen. Nem? Tehát ott is sokszor nem úgy sül el a dolog, nem úgy sikerül, de most miért mennél bele egy vasárnapi ebéd előtti konfliktusba? Nem? Hát nem mondod neki. Nem ezt, igazi hogy... hazugságok ezek? Anya, te meg az éjség a legjobb szakács. Megint dicsértél. De hogy ezek valójában nem is hazugságok, nem? De hát ezek ez csak elkenése az igazságnak, vagy így az elkendőzése tulajdonképpen. Amikor megpróbált kicsit könnyebbé tenni a saját életedet. Tehát ezek ilyen önös érdeke által vezetett hazugságok. A egyébként. Számodra érdektelen, csak akkor óvatosan fogalmaztam, sztori a barátnőivel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyeneket hallgatni, hogy azt már én nem, nyilván. Hát nem. Csak hogy ezt hogy reagálod le? Igen, csak átjött. Hogy ott tetteted, hogy ez téged érdekel most, hogy mi van a mit tudom én kivel? Hát vagy én sóhajtok néhányat. Igen. De izgalmas. Na, az első néhány mondatot meg kell várni, szerintem udvariasságból. Mert az nem jó, hogyha rögtön rávágod, hogy jól vedd meg, amikor levegőt vesz. De kezdi a barát... De is azt akarta mondani. De igen, de ha az első néhány mondatot megvárod, akkor belelendül, nem? Akkor azt gondolja, hogy táptalapra hullott a mag. Lehet mondani. Hát ez igaz. Na, ott hogy jössz ki? Ott mivel jössz ki? Jaj, az éjség nagy úr? Na, igen. Az éjség nagy úr, megyek. Otthon azért csak nem játszod el, hogy elindítasz egy kamuhívást. Halló! Szabad ne feled. Halló, tessék! Igen? Hosszú? Jó, mert akkor kimegye. Jó, oké, jó. Mondja csak, tökig van az aksim, tudod? Igen. Anya, töltő, a töltő volt. Na, az gyerekek, az is egy kemény pillanat, igen. Hát itt leírják a cikkben egyébként, hogy melyik mondat mit jelent, de ez tényleg közhelyszerű, tehát ebben már nem kell belemenni, hogy mit jelent az, hogyha semmi baj, azt mondja egy nő, vagy mit jelent az, ha egy férfi az, hogy nem vagyok részeg, vagy mit jelent az, hogy amúgy sem akartam semmi ajándékot, tulajdonképpen ugye tudjuk, hogy ez mit jelent, ugye amúgy sem akartam semmi ajándékot. Hát ez egy nő szájából értelemszerűen te paraszt. Nem vettél nekem semmit, persze. Ugye ez egyértelműen azt jelenti. Igen, nem érdekel az exed. Ugye szintén tudjuk, hogy ez ebben a formában... Hogy érdekelne minden részletet tudni akarok a rohadékról. Vagy arról a büdös. Tudod, hogy hogy ne érdekelne az exed, igen. Szóval, hogy ezeket írja itt le a cikk szerzője, hogy ezek önmagában egyébként mit jelentenek, de ezeket tudjuk. Na nézzük meg akkor a hallgatóinknál, hogy ki miben hazudik, nem biztos, hogy jó szó hazugság, ki miben füllent vagy mond kegyes hazugságot az ő párjának, és ezt milyen formában teszi. Jó? Étkezés, ruha, főzés, tényleg súly,
edzés, ugye hát ezek a neuralgikus pontok, igen, tényleg. Amikor észreveszed a páradon, hogy kicsit tundi, amikor 26-szoros se akar lemenni az általad megvett fitness bérletet elhasználni, és te próbálod egy kicsit noszogatni. Hogy próbálja meg az ember? Ezt írjátok meg nekünk. Olyankor mondod, hogy szükséged lenne rá? Drágám, tehát fitness bérlet, ugye kapott egyet mondjuk ajándékba, lehet, hogy még ő maga is mondta, de nem fogy a bérlet szelvény. Igen. Akkor tényleg akkor hogy jelzed? Szerintem mondani kell, volt, nem? Vagy? Hát nem lehet egy kapcsolatot arra építeni, meg, hogy mindig ilyen udvarjaskodtok egymással. Oké, okay, mit mondasz? Szerintem túlsúlyos vagy, drágám, le kéne menni az edzőterembe, na jó, nem, hát azért itt van különbség. Szerintem túlsúlyos vagy, drágám, hát azért ezt így bocsánat, szerintem nem. Bocsánat, tehát, mondtad, hogy kövér? Nem. Tessék? Mondtad, hogy kövér? Na jó, nem. De túlsúlyos. Szépen nevezted? Drágámnak hívtad? Igen. No? Drágám, kövér vagy, mint egy disznó. Aha. Menjél már le edzeni a rohadt életbe, hát rohadt drága volt az a bérlete, nem tudom, milyen wellness terembe 10 alkalom, legalább egyet használja. Nekem nyilván finomabban kell. Persze, így van. Jó, tényleg ostcsába kell csomagolni. És azt kell nekem mondani, hogy nekem így is tetszel. Ha így kezdődik a mondat, abban a pillanatban, nekem ugyan így is tetszel, de. Aha. Azért, mert nekem így is tetszel, akkor arra figyelj, nem megy le. Ha tehát nekem arra ugyan így is tetszel, de, akkor az rögtön át is toltad valaki másra az egész történetet. Jó, de mit mondasz? Nekem ugyan így is tetszel, de mások nehogy megszóljanak? Vagy igen, tehát a szomszéd már mondta, hogy dagadt vagy? Nem, az, vagy hogy ezt hogy fejezed? De nem, mégis meggondoltam. Nem. Mi van, ha rámegyünk az egészségvonalra, hogy nekem aha, így is tetszel, átlátszó, csak a szíved, tudod, az a csúnya burok, ami ránő ilyenkor a belső zsírtól. Csak a változatosság kedvéért. Egy kis kardió? Nem, az átlátszó. Hát akkor mi a jó? Nyilván mi a jó? A kegyes hazugsága jó. Hát akkor csak az a jó, tehát ha mindenre, tehát ha azt mondjuk, hogy az őszinte szó az nem segít, vagy megbántod vele, akkor mi következik? A kegyes hazugság. Igen. Ismerek olyan nőt, akinek jól áll a narancsbőr, de nem családtag. Érted, igen, ugye? Igen. Női hallgatóink is írnak nekünk, hogy például hogy hazudnak, vagy miként hazudnak abban az élethelyzetben, amikor ugye a férjük megkérdezi, ez mennyibe került. Ugye ez is egy abszolút bevett élethelyzet, amikor jön a nő és vesz valamit. És nem meri, nem akarja a palinak megmondani, hogy bizony felemésztette a koszpénzt, vagy valami olyat vett, ami nem volt olcsó. És ilyenkor jönnek a női hazugságok, mert én kíváncsi vagyok, hogy a nők hol hazudnak nekünk. Ugye mi tudjuk, hol hazudunk a nőknek, ugye? Sehol. A fősükkel, a súlyukkal, a kinézetükkel kapcsolatban. Ugye, tehát van egy csomó olyan dolog, amit tényleg az ember nem akarja feltétlenül megbántani. A másik az, hogy nem akarsz rosszat mondani. Hol hazudnak nekünk a nők vajon? Na azt nézzük meg. Férfiak, amikor, tessék, mikor hazudnak nekünk a nők? Amikor mi úgy kezdődik a mondat, hogy akció volt a... Na, akkor már biztos tudod, hogy valami rohadt drágát vett. Tehát, hogy vagy akciós volt a... Nem, Ott az kamu? Hát abban a pillanatban tudhatod, hogy rettenetesen kiköltekezett, vagy pedig egy olyan dolgot vett meg, amit amúgy nem javasoltál volna az ára alapján. Mert utána jön egy összeg, de hát ugye már az elején már próbál megtompítani azzal, hogy de hát ott egy 10%-os, 15-20%-os, 30%-os leértékelés volt, és így meg már persze, hogy megérte. Ezer olyan dolog van, amit mi férfiak nem veszünk észre. A legjobb mondat mostanában, hogy de mikor kérdez, hogy mennyibe került, hogy de ezt már nem most vettem, hanem 2 éve. Ezzel, várjál. Ezzel még megvezetnek. Ezzel mondjuk engem. Az van, hogy egyrészt a hülyének néz engem, ami mondjuk lehetséges, mert előfordul, hogy elfutnak mellettem az évek, de hogy mindig mondom, hogy oké, nem az volt a kérdés, hogy mikor, hanem hogy mennyiért. Érted? Mennyiért, és még van egy legszebb most, cseréltem. Mire? Mekkora kamu? Mire? Az hogy? Hogy? Kivel? Két táskát adott egy táskáért? Kivel? Két felsőt adott egy felsőért? Hogy hogy? Nem, egy rohadt drága táskát cserélt el, aminek egyébként utána, mert ráadásul kiderül, hogy nem tetszik neki. Azt cserélt el egy másikra. Ezt, na, igen, akkor az már halmozottan. És akkor megy a sóhajtás, hogy hát bárcsak vissza tudnám cserélni a régi táskámat. Igen. Na, drága hallgatók, írjatok nekünk, kezdődjön úgy az SMS, hogy mindig azt mondom neki pedig. Jó? Ez egy jó felütés szerintem. Tehát, és akkor innentől kezdve érezzük azt, hogy mi az igazság, tehát mi a füllentés és mi az igazság. Az SMS úgy indul, hogy mindig azt mondom neki pedig, és ebből tudhatjuk, mindig azt mondom neki jó illata van, pedig büdös. Mindig azt mondom, hogy mit tudom én, milyen tényleg a frissen szedett rózsa illatod van, pedig egy hete nem fürödtél, te disznó. Ugye? Oh. Tehát, hogy mindig azt mondom neki pedig, ez egy jó felütés, erről írhatnak nők is, írhatnak férfiak is, mert ugye a férfiaknál sokszor ezzel van baj. Jó, nem? De trágyadombon nő a legszebb virág, ezt mindenki tudja. Hát az is igaz. Jó? Na, nézzük meg akkor igaz-e, hogy 34%-ban kegyes hazugságot mondunk a pár
párunknak. Az SMS így indul, mindig azt mondom neki, pedig. És nézzük meg, mi az igazság. Jó, 7:30 pontosan, közben lehet jelentkezni játékra is, ha valaki játsza Novem bácsival, írja nekünk SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Azt mondja, hogy arról beszélgettünk, hogy 34%-ban mondunk egyes hazugságot otthon. És hogy miben hazudnak a nők, miben hazudnak a férfiak, mikor kell a kegyes hazugság eszközével élni egy-egy párkapcsolatban. Ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők az élet mely területén hazudnak legtöbbször, már ami a párkapcsolatot illeti, azon belül, hol hallgatják el párjuk elől az igazságot. Ugye az SMS-eknek úgy kellett indulnia, hogy mindig azt mondom neki, pedig azt gondolom, vagy pedig azt hiszem, vagy úgy érzem. És hát gyerekek, nem csak a férfiak hazudnak azért, tehát de jól éreztük azokat a pontokat, amit mondtuk, hogy hol van a hazudási lehetőség a férfiaknak és a nőknek. Igazából tényleg ez a 3-4 nagy terület van, ahol a férfiak inkább hazudnak, és 3-4 nagy terület, ahol inkább a nők nem mondanak igazat. A beszerzett dolgok a férfiaknál nagyon aranyosak, ezek szerint ez egy létező mondás, hogy ha majd meghalok, akkor nagyon izgulok, hogy a feleségem ne annyiért adja el a mit én horgáccucomat, mint amennyit mondtam neki. És akkor én be lehet helyettesíteni. Jaj, drágábbat mondod? Nem. Igen, nem, hogy te nem. Olcsóbbat mondasz. Jaj, olcsóbbat és mondtál. Hogy ha annyiért adja el, akkor igen, az eleje. Igen. Mindegy, hagyjuk filléres cuccot. Filléres cucc, igen, hol horgázott ilyen. Na jó, de ugyanúgy a csajok is elsütik nekünk ezt egy-egy pulóvernél, ugye, ha vesznek valamit, vagy szoknya, vagy nem tudom. Na nézzük az SMS-eket, azt mindig azt mondom a páromnak, hogy imádom, hogy segítkezik nekem a konyhában, pedig agyvérzést tudok kapni attól, hogy minden egyes alkalommal átpakolja a konyhát. Nálunk ez már csak így megy. Szép napot, Niki. Mindig azt mondom, Szívike, még soha nem volt senkivel együtt ilyen jó az ágyban, de sajnos hazudok, mert halálosan szeretem. Timi Debrecenből. Ez milyen kemény. Ez milyen kemény. Hát, figyelj, és hogyha majd múlik egy kicsit a szerelem, átalakul szeretetté 10 év múlva, no, akkor mi de lesz? Hát akkor de idővel csak csiszolódik technikailag. Az a baj, hogyha nem mondod meg neki, nem. Szóval, hogy itt hazudni az mondjuk a legrosszabb, nem? Hát mert ott ő most az nagyon jó volt. Igen, mert a srác most azt gondolja, hogy a világ legjobb. Igen. Uh-huh. Közben igen. Megmester. Mindig azt mondom, hogy nem unom a szexet vele 10 év után, pedig fejben már az anyja is megvolt. Jó karban van a mama? Még írt meg. Mama lehet, hogy még oda férős. Igen, igen. A férjem mindig azt mondja nekem, szeretem, amikor edzés után olyan feszes a popsid, ezzel akar rávenni a sportra. Ez jó. Ez jó, ez egyébként tényleg. Érted? Igen, de drágám, 10 éve nem edzettem. Hát azért mondom, aha, hogy te nagyon... Milyen szép volt. Igen, milyen, emlékeztem rá, hogy régen milyen feszes volt. Fakult már kicsit az élmény, de... Nem akarsz újra kicsit elmenni edzeni. Azt mondja, hogy mindig azt mondom neki, hogy csinos, pedig a testtömeg indexe szerint 245 cm magasnak kéne lennie. Ezt Zoli küldte. Ez egy jó duma egyébként, a testtömeg indexe szerint 245 cm magasnak kellene lennie. Azt mondja, hogy én mindig azt mondom, hogy tök olcsó volt, és kár lett volna otthagyni a boltban. Példának mondok egy másik üzletet, ahol persze háromszor drágább, természetesen nem igaz, de azt is hozzáfűzöm, hogy ennyi nekem jár, ezt Timi küldte nekünk. Mindig azt mondom neki, semmi baj, szívem, előfordul ilyesmi, biztos a stressz, pedig átküldeném a gyerekszobába. Ez mire vonatkozik, Évi? Hát, hogy valamit gondolom elszúr apa, akkor anya ezt mondja, hogy semmi baj, drágám. Igen, én arra gondoltam, hogy apa kicsit túl gyors, és akkor túl stresszes, és semmi baj. Ja. Jó, előfordul az ilyen, aha, biztos a stressz. Ne törődj vele, megint másfél perc volt, de mindegy. Menj át a gyerekszobába, ott van a te helyed. Hagyjuk. Játsszál egy kicsit a gyerekkel. Az jól megy neked. Én erre gondoltam, hogy ezt így olvastam. Legközelebb nekem is jó lesz. Igen. Valakivel. Ja, ráadásul. Ha ezt hozzád, ez a kubátor vagy. Én mondtam a nőmnek, hallod, jobb lenne picit fogyni kicsi, mert júniusban szeretnék üdülni veled kicsim. És jobban lennék egy sellővel, mint egy teknőssel. Hatalmas nagy üdülés lett belőle. Írja nekünk egy hallgató. Hát ebbe aztán keresem, de nem találom a tapintatot. Az érzékeny. Ez a kábé az, mint hogy azt mondanám neki, hogy ide, hát ezek a 2XL-es tucok is olyan jól állnak rajtad.
Hello, Gábor vagyok. Én mindig azt mondom a barátomnak, hogy azt mondjam a kérdésedre, amit hallani akarsz, vagy az én véleményemre vagy kíváncsi. Néha mondja, hogy jó lesne neki, ha azt mondanám, amit hallani akar. Ez is milyen jó, nem? Ez csak sokszor azért kérdezik meg, hogy tényleg azt mondom, amit ők hallani akarnak, nem azért, hogy te elmondd a véleményedet. Én azt szoktam mondani. Anya, most azt szeretnéd hallani, amit én gondolok erről a dologról, vagy azt, amit te szeretnél? Mert a kettő ugyanaz. A nyaller! Szerintem ekkora ilyen papus nyaller vagy. Úristen! Mindig azt hiszi, hogy olyanok a lábai, mint az őznek. Csak az a baj, hogy nem olyan kecses, hanem olyan szőrös. Olyan szőrös. Úristen. Igen. Balázs, mindig azt mondják, jó a műsor, pedig amikor nem vagy, jobb. Ez kegyes. Jó, de jó, köszönjük az SMS-eket. Igen, nagyon jó a műsor. Én nem szoktam hazudni. Norbi küldte nekünk, igen. Igen. Asszonnyal mi is szoktunk egymásnak füllenteni. Ha csinálok valami ökörséget, akkor az asszony azt mondja, hogy utálak, én meg azt, hogy én is szeretlek. Puszi G. Ezt nem egészen tudom, hogy ez mire vonatkozik. Na, gyerekek, ilyen SMS-ek jöttek. Konyha, súly, edzés, kinézet, drága dolgok férfiaknál, vásárlás, hobbi és ügyetlenkedés. Ugye? Nagyjából ezek azok a pontok, ahol az ember kegyes hazugságokat végez, vagy kegyes hazugságokat mond a párjának. Figyelj, kerülni kell azokat a szituációkat, amikor ilyen kényelmetlen kérdéseket tesz fel neked. Hát, hogyha például mondjuk elmentek egy olyan iskolai rendezvényre, ahol több más olyan anyuka is megjelenik, akik egész jó karban vannak még, és hát nyilván na, arra mit se vak, akkor, és jön a kérdés, hogy de azért még tetszem neked? És tudod, hogy miért kérdeztem? Aha, meg? Hiszen ja, mert nézed a többi anyukát. Látta a többi anyukát. Tapintatosan kell nézni. Tehát úgy kell nézni, ne vegye észre. Igen. Mióta veled vagyok, azóta tetszenek a bajuszos nők. Igen, nekünk egy hallgató. Ne kérdezz meg, hogy mennyibe került, nem? Hazahoz valami. Felesleges. Ugye, te indítod el a vitát, te generálod azzal, hogy rákérdezel. Így van, legyél őszinte. Nem tudom, mennyi volt, de nem értenek. Nem tudom, mennyi volt, de nagyon ronda. De nagyon ronda, és nem értem meg. Legnagyobb füllentés a vita végén, ne haragudj, kicsim, tévedtem, neked van igazad. Júj, de okos. Júj, de okos. Milyen szép így a bajnai egy vitát. Na jól, köszönjük az SMS-eket, játszunk. Óven bácsival, Beru nénivel, már itt is van a hallgatónk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Tisztelettel, jó reggelt, István vagyok, Budapestről. István! Csárdatér. Ó, földim! Komolyan mondom, nem hiszem. Vérem! Tényleg nem lehet máshonnan jönni bennünket, csak Lőrincről? Srác, lojálisak. De ott laksz, vagy ott arra jársz most éppen? Én dolgozok a Zsilacukrászdában, illetve a Góler iskolában szemben. Hogy dolgozol a cukiban? Hát, vele szemben. Ja, a cukival szemben, és mit csinálsz, mivel foglalkozol? Ja, gépeket kölcsönzünk, építőipari gépet. Meg is vagytok. Gépkölcsönzőben dolgozol? Így van. Aha. Jó, állsz a pultnál, és te kölcsönzöd ki ezeket? Hát, meg hazudodok. Már mit, hogy jó állapotban van? Jó a gép. Így van. Valahogy el kell passzolni. Kell az. Jó van, segítséged van, egyedül játszol, mi a helyzet? Egyedül vagyok, most nyitottunk. Tényleg? Sehol senki? A sulisok mennek a suliba, de senki közelebbi. Hát ha valakinek be tud szólni majd, hogy hallja, hogy te játszol, és akkor elmennek ott a bolt előtt, és beszólnak, ha megismerik, hogy... Próbáljuk meg hát. És hát, ha elvisznek egy motoros fűkaszát, vagy... Így közben, igen. Tényleg, mit lehet nálatok kölcsönözni? Ez én annyira hülye vagyok, hogy milyen gépek vannak. Rotációs kapa, gyepszelőztető, döngölő békák, ilyesmi. Hogy döngölő mit? Döngölő békát. Ja, Feri számára ismerős ez a kifejezés otthonról. A döngölő béka. Gyepszellőztető neked nem kell a gyepre? De azt egyébben egyszer szokták megcsinálni tavasszal, egyszer amikor azt egyszer megszellőzteted, és akkor utána így a döngölő. Mindig azt mondom, hogy legalább háromszor. Hát nyilván, mert neked ugye óriás kamu, az a háromszori szellőztetés. Te ilyeneket mondtok, mekkora kamu? Többször kell a gyepet megszellőztetni. Van, amikor még egyszer át kell szellőztetni, de az csak azért van inkább, ha nem csinálják meg jól. Tehát egyszer így tavasszal. Igen, tavasszal száraz gyökereket kiszedj a fűből. És akkor mindenre duplát mondasz, hogy mindent kettőször kell? Hát két és félszer. Az a biztos. Igen. De is hatom el önt szeptemberre is, egy előfoglalás. Az így van, persze, tőztelem már. Szép. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulén, figyelj. Köszönöm. Na látod? Kölcsönöztek tőled valamit. Hát, fűnyírót. Hát, ha ezt fűnyírónak hallod, akkor... Biztos elhozták. Ja.
Milyen gépkölcsönző vagy te, ezt fűnyírónak hallod. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Hát... Ajajajajajaj. Hát ez nem sokat mondott. Na, mutatjuk még egyszer. Köszönöm. Hát, bastolnom kell, hosszabbat esettek, hogyha kéretem. Hosszabbat, jó, nem lesz sokkal hosszabb, figyelj. Na. Ó, oh, még hosszú. Hát, nem jött be. Magyar esetleg, azt megkérdezhetem. Nem. Nem magyar. Fogalmam, hogy most tippelnék, Robbie Williams. Na, várj, ne, most hova rohansz? Meg lesz. Mutatjuk nem. Még egyszer, figyelj, hallgass meg. Ó, meg lehet ezt mondani pedig, nem olyan nehéz. Ó, nem tudom. Nem? Milyen, milyen zenei stílust szeretsz? Hát inkább retro. Retro. Magyar retrót. Aha, magyar és a diszkós részt, ugye? Hát így van. Akkor felejtsd el. Igen, akkor ezt nem. Nem, nem, megmutatjuk akkor az eredetit. Hallgass meg, figyelj ezt. Így van. Így megvan? Nincs. Ne, nem ismered így se? Nem. Retronak retro, hát most már. Nem, ez Guns N' Roses, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Akkor a slágerük volt, hogy ez még azt is tudja, aki nem szereti a Guns N' Roses-t, hogy ez... Hát... Ez az volt. Jártam. István! Na, ember, én lemaradtam. Köszönöm szépen. Köszi a játékot, reméljük, hogy sokan mennek a kölcsönözni. Köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Hello, sziasztok. Hello, hello, hello. De nem volt nehéz pedig, nem? Én soha nem találtam volna ki. Ebből? Tényleg nem. Tényleg? Az elsőből én se, de a hosszabbból már azért. Aha. De amikor a számot már megmutattátok, akkor már tudtad volna? Így van, hogy ez a Don't Cry. Még jönnek az SMS-ek, gyerekek, hallgatóik nem tudják abba hagyni, egyre durvábbak jönnek, már úgy érzem, hogy kicsit ilyen stresszoldás megy, tehát amit nem mondhatsz el a párodnak, elmondod nekünk jelleggel. Mindig azt mondom neki, hogy nem az ő lába büdös, pedig igen. Na de mit mondasz akkor kié, ha ketten vagytok ott, magadra vállalod? Nem, ő nem érzi valószínűleg saját ki? Szagot, hát aki a büdös láb. De mit mondasz? Na de tehát, mit hogy... mondasz, hogy akkor igen. Nem az övé, hanem az enyém? Vagy a gyereké? Vagy a kutyáé? Tehát, hogy... De legalább nincs is kutya. Ah, igen, én mozdulagyoztam, de valaki itt még nagyon büdös. Tehát, hogy... De szerintem nem te vagy, drágám. Ugye? Tehát, hogy itt nagyon nem tudsz más mondani. Kinyitnád az ablakot? Kiszelőztetek egy kicsit, nem baj? Igen. Aztán a gyerekszobás SMS-ező, aki elküldte, hogy nem baj, drágám, ugye semmi baj, aha, lehet a stressz, menj át játszani a gyerekszobába, ti azt mondtátok, hogy biztos elrontott valamit. Évi vagyok, jól gondoltad, Balázs, kivéve az, hogy nincs másfél perc. Nem, tehát elindult a ma reggeli morning show témánk egy ilyen hadd beszéljem ki magamból, hadd mondjam el nektek, hogy mit nem tud az a szerencsétlen. Hagy hazudjam neki azt, amit kell, de nektek hadd mondjam el az igazat. Egyre indulatosabb SMS-ek jönnek, hogy miben hazudsz a párodnak, mert nem akarod megbántani. Ha való... Nem bírja másfél percig sem, és arra mondja, hogy nem baj, drágám, stresszes voltál valószínűleg. Ha a vallomás után adott egy telefonszámot, akkor megmondjuk neki. Ja igen, fölhívjuk 10 után szívesen, szívesen emlékszem. Adásba, persze. Igen. Mindig azt mondom neki, hogy nem nagy a segged, és nem vagy öreg, pedig de! pedig hallod, de! Tehát elindult, mondom, elindult. Óriási leszámolás. Tehát valószínűleg sokakat fárasztó volt a hétvége, és most indul a büntetés. Aztán valaki berágott a gyepszelőztetésre. Az egy gyepszelőztetés, Bennett, ekkora sznob hülyeséget, ettől mindig kiakadok. Minek? Kérdezi egy hallgató. Na, de tényleg, hát szellőzik. Jó az, nem, talán nem két és félszer, de jó az. Nem hülyeség, ugye tulajdonképpen ez nem egy sznobéria, ez kell a gyepnek, ugye te azt akarod, hogy ne rohadjon ki, akkor azt átforgatják, átszellőztetik, és azok, amik ott félig elhaltak. Ja, nem úgy csinálják, hogy megfogják a négy végét, felemelik, és kicsit kiszellőztetik, ilyen egyszer átszellőztetik, ezt csinálják kerteknél, csinálják ez egy okos közterületeken, dolog. Tehát ez szüksége van, ez nem egy hülyeség. Itt nem arról van szó, hogy klimatizált 18 fokos hideg levegővel fújod a gyepet, és Evian alocsolod, tehát ez nem egy ilyen dolog, erre tényleg van szükség. A köztérében szobornak a tartalmától függ egyébként, hogy hányszor csinálják meg egy évben. Igen, hogy mit ábrázol, igen. Mi nők mindennek pont a felét mondjuk. Mindennek! Írja egy hallgatót. Nem igen. Mindig nem azt lehetett mondom, annyi az a rohadt szekrény. Mindig azt mondom neki, hogy ez 25 centi, és elhiszi.
Ajaj, gyerekek, hát igen, szép is ez. Na jó van, 5 perc, pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket, mondok gyorsan egyet-kettőt. Szupertrafi Pécsen, a Rácvárosi úton, az Ovi előtt ráadásul 40-es tábla van, vigyázzon mindenki, ez Big Cigi küldte nekünk, elindult már ez az új trafi, vagy még mindig csak tesztelik? Tesztelik. Uh-huh. Szentendrei út elején kifelé a Flórián térnél új trafi a busz megálló tövében van, kifelé helyezve IFK küldte nekünk, és a Vakbottyán utcában sötétek a jelzőlámpák, a Kökinél, ez a 19. kerületben van, ezt Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. 5 perc van, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 8 óra múlt 9 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk a hétfő reggelt, ami az időjárást illeti. Gyerekek, új dolgokat tanulunk, mert hogy ugye elindult az új köztévé, és nézzük folyamatosan, mert vannak érdekes dolgok, de hogy egy dupla időjárás jelentés van, és azt nem láttam még nagyon sok helyen, csak egy helyen talán ők duplán jelentenek időjárás, hogy két ember áll az időjárás jelentésen, és lehet beküldeni nézői fotókat. Azt láttátok? Én eddig ilyen megoldást nem láttam. Van a lány, meg a fiú, és igen, akkor a fiú átadja a lánynak, hát erről beszéltünk ugye korábban. Csillár passzolja a labdát időnként, de nagyon melós. Tehát, hogy azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy ilyen 10-15 percenként mindig feltűnnek a képernyőn, ők a fix pontjai, úgy látszik az új köztelevíziónak, reggeltől estig tolják. Ők igen, 15 percenként ott vannak, egyébként le a kalappal előttük. Lehet, hogy ezért is kell, hogy ketten legyenek. Ja, hogy egyedül hát akkor váltva kellene, nem? Mert most így mind a kettőt használod folyamatosan. Na jó, de fele annyit. Na mindegy, szóval... Megszokniuk kell még az új Blue Box. Igen, ami az időjárás illeti, hétfőn kedden jó idő lesz, ma holnap süt a nap, majd cikrázó napsütés lesz, aztán szerdán állítólag jön majd újra valami hidegbetörés és kisebb hidegfront, de addig kiváló idő lesz. És hétvégén is újra visszatér majd a kora tavaszias időjárás, ami 14-16 fokot jelent, és most is körülbelül 10-12 fok van, nem kell nagyon fölöltözni, ennyi a reggel. Ugye? És ennyi volt már kora reggel is, 6-kor jöttünk, és 8 fok volt, úgyhogy igazából rendben. Rendben van a dolog. Azt mondja, hogy Zsadányban a főúton, azt nézem, hogy elugrott az SMS-em, az autósok sebességét mérik. Régi Skodából Sityu küldte nekünk, köszönjük szépen. 47-esen Mikepércsen, Fehér Kordoba, egy kapubejáróban. Trafipaxozza az arra haladókat. Hari üzente nekünk, Harinak köszönjük szépen. M35-ös 19-es kilométerre Budapest felé. Nem tudom, hogy a régi vagy az új, de dolgozik a trafi. Így van, méghozzá pihenőből, ezt Évu küldte nekünk. Az újak még nem dolgoznak, ezt megbeszéltük, hogy még mindig tesztüzem van. És Szentendrei út elején kifelé a Flórián térnél, ez már új. 180 ezer forintos büntetést is regisztrálhat a mérőegység. Így van, busz megálló tövében van ez a dolog kihelyezve. IFK küldte nekünk, köszönjük szépen. Jól van, na... gyerekek, majd bejelentik, hogy mikortól vigyázunk már az új trafikra? Szólnak. Még a tesztüzemnek? Igen, ugye igen. Úgy volt, ahogy elindult a teszt. Szóljanak. Szólnak, ami szerintem, mert ahogy elindult a tesztüzem, és mondták, hogy még nem jó minden, akkor szóltak, hogy még mindig tesztüzem van. Úgyhogy biztos mondani fogják. Jó, mert akkor azért tényleg odafigyelek. Így is nagyon odafigyelek, de akkor aztán akkor pláne... hogy léci. Rána odafigyelek. Gyerekek, előkerült a Putyin? Mondjátok meg nekem, most ráálltam erre a Putyin dologra. Itt előkerült? Mert állítólag ilyen még soha nem volt, hogy ennyi ideig nem hallasson magáról, katonai pucsról beszélnek, külföldi újságíróknak mondták, hogy ne menjenek sehova Moszkvából hétvégén, mert nagy bejelentés lesz, tankok jönnek, mennek, masíroznak. Állítólag ilyen nagy, lesötétített, nagy mercis
konvojok. Mindenhol nézték már. Diplomat autók jönnek, mennek, és a Putyin 8-10 napja nem jelent meg nyilvánosság előtt, nincs sehol, és mindenki ezt találgatja, hogy mi van a Putyinnal. Semmi, egy medvés kép se volt. Semmi, sehol. Semmi hargáról. Nincsen. Ma van egy nagyon fontos találkozója, arra már elvileg meg kéne, hogy jelenjen, de hogy azt mondják, hogy elvileg az is lehet, hogy egy katonai puccsot hajtottak végre ellene, és Putyint leváltották. Megnézték Felcsúton is a vendégszobába? Maradt-e ott? Lehet, hogy itt van, mert annyira tetszett neki a magyaros ízek és a magyaros vendéglátás. De gyerekek, nincs meg Putyin. Legalábbis ma reggelig, én ma reggel még nem tudtam friss híreket olvasni, mert nem volt időm, de tegnap este még nem találták Putyint. Putyin megszökött? Putyin ilyenkor hova megy? Elmegy? A vidéki dácsájába. Visszavonul és nem szól senkinek? Figyelj, hogy a fenébe van ez? Hogyha azt mondják, hogy mondjuk, okay, hol van Putyin, és erre a válasz az, Putyin? Hogy Szibériában, akkor azért olyan nagyot nem hazudnak vele, mert hogy ez ország 70%-a gyakorlatilag Szibéria, tehát hogy ott bárhol lehet. Jó, de oda két dolog miatt mész, vagy küldenek, az nem szerencsés, vagy vadászni ment. Igen. Mert ezt szokta csinálni. Vagy ott félmeztelen fotókat készítenek, és nem volt jó a fényviszony. Tehát várni kell, akkor, kell. Igen, akkor ott azt ki kell találni, hogyha a medvevadászaton voltak, akkor mi lehetett az utolsó mondata? A medvének. Nem, igen, felőlünk fúj. Ma van egy fontos találkozója Kirgizisztán első emberével, de már azt is mondják, hogy Zabi gyereke született, azt is mondják, hogy influenzás. És a kereszterülőmmel. Azt is mondják, hogy leváltották, mert hogy nem mutatkozik a nyilvánosság előtt. És külföldi honlapok, külföldi hírportálok, műsorok, mindenki azt találgatja, hogy hol a fenében van Putyin. De ma Szentpéterváron meg kéne jelennie. Például az influenzát nem vallanák be Putyinnal kapcsolatban? Tehát, hogy a nagy orosz hőst nem támadhatja meg az influenza? Hát... Ugye? Tehát, hogy sportemberről van szó. Igen, tehát a kommunikáció szempontjából ez nem jó. Nem mondhatod, hogy influenza... Nem mondhatod, hogy gyenge. Nem mutathat semmiféle. Jó, kihúzva. Zabi gyerek, amit te mondtál, az megint nem jó, ugye? Hát... Vagy azt vállalhatja a Putyin, hogy van neki egy... Elvált. Tehát, ez, hogy, milyen érdekes egyébként, hogy nem jelenik meg egy hétig, és már katonai hatalom átvételről beszélnek. Nem? Pedig egyszerűen csak lehet, hogy rossz irányba fordult a Kremlben. Azért az egy eltévedni szerintem. Igen. Érdekes, hogy kitettek egy fotót, ez egyébként nagyon jó, hogy működik az orosz hírszolgálat, és tényleg régi időket idéz. Kitettek egy fotót, amin az látható, hogy a legfelsőbb bíróság elnökével tanácskozik Putyin. És azért érdekes a dolog, mert fél évvel, egy évvel készült egy ugyanilyen fotó, és érdekes, hogy ugyanabban a ruhában voltak, ugyanabban a nyakkendőben. Szereti. Mindenketten ugyanabban a ruhában voltak, ugyanabban a nyakkendőben, és hát megszellőztették, hogy hát jó, értjük ezt a fotót, köszönjük szépen, de hogy tényleg biztos, hogy egy évvel ezelőtti fotóval kellene igazolni Putyin, nem tudom, létezését, vagy azt, hogy Moszkvában van, vagy hogy ott van a Kremlben. De hogy miért nem lehet elmondani valójában, hogy hol van. És hát mondom, itt már az állam csíntől kezdve minden verzió megfordult, hogy hova tűnt Putyin. Közben lehet, hogy tényleg csak valahol egy szibériai magánvillában mulatja az időt, de ma meg kell, hogy jelenjen. Úgyhogy most már kíváncsi vagyok, megjelenik-e Putyin. Le tudnák így váltani, csak így egyszerűen, hogy összefognak ellene? Nem, azért az nagyon meleg lenne. Olyan annyira zsebében van az ország. Mindenki, igen, a legfelsőbb ügyészség, a rendőrség, a katonai hatalom, hát minden a te kezedben összpontosul, hát nem hiszem, hogy azért őt csak így egyik pillanatról a másikra le lehetne váltani. Mindenesetre érdekes, hogy eltűnt. Hát meg ez is volt érdekes, Putyin, hogy most megvan Putyon. Paks után Putyin is új blokkot kapott. Igen. Lehet, hogy valami komoly műtéte volt, igen. Neki nincs alter egója? Putyinnak? Mert ugye lehetett azt tudni, hogy itt tudom én például Sztálinnak is volt nagyon sok ilyen alter egója, különböző ilyen nagy megmozdulásokon, ünnepségeken adott esetben ő jelent meg a nagy Josif helyett, azért, hogyha esetleg kinyírják, akkor mármint az alter egót, akkor ne sérüljön a nagy ember. Nem, Putyinnak mondjuk ilyen arcberendezkedési embert nem biztos, hogy lehet találni. Az a baj, hogy valószínűleg nincs az belőle. Az arcél, az a keménység. Nincs belőle még egy, igen. Azért milyen rossz lehet egyébként, gondolj bele, hogy milliók reménykednek abban, hogy tényleg eltűntél. Nem? Aha, igen. hogy milliók gondolják azt, hogy basszus, nincs meg egy hete. Végre. Aha. Köszönjük. Bár egyébként ez inkább a külpolitikára jellemző, otthon őt nagyon kedvelik. Szeretik. De hát persze, hogy szereted a rántotúsa, nem ettem még soha semmi más, nem? Tehát... Egyrészt, ha nem szereted a rántotúst, elvisznek. Ugye? Persze, hogy én is szeretem a rántotúst. Én nagyon nem, meg ha soha nem eszel más, csak rántotúst, persze, hogy szereted a rántotúst, nem? Hát egyrészt esélyed sincsen mást megkapni, mert mindenkit kivonnak a forgalomból. Szóval, hogy azért ez így érdekes.
Na mindegy. De hogy tényleg sokan reménykednek abban, hogy eltűnt. Ma, ha nem bukkan föl, akkor már komoly baj van. Ha megjelenik, akkor kicsit uncsi a sztori, akkor csak beteg volt, vagy nem tudom, mi volt. Lehet, lehet. De vajon mi lehetett az utolsó mondat? Szerintem már elég vastag a jég, elnök úr. Igen. A kocsival is rá mehet. Ez a puska hatástalanítva van, elnök úr. Gyakorlok rá rád. Fusson, elnök úr, fusson, az ott igazi medve. Ez a medve nem játék. Mondták neki, igen. Na jó. Na, egy érdekes témát találtunk, és aki szokott panaszkönyvet kérni, aki szokott beírogatni, aki kicsit úgy érzi, hogy őt nem lophatják meg egy étteremben, nem csalhatnak, és nem lehet rossz az étterem főztje, és szeret panaszkönyvet figyelni, az imádni fogja, szeret panaszkönyvet kikérni, és beleírni, az imádni fogja a következő pár percet, mert hogy hát panaszkönyvekről beszélgetünk, és arról, hogy az ember egy étteremben milyen kifogást talál, ugye többfajta vendégtípus van, van, aki direkt keres kifogást, hogy ne kelljen fizetni, van, aki csak szőrszálhasogató, van, aki pedig csak szerencsétlen, és mindig az ő lebbencs levesében van a hajszál. Ugye van a szerencsétlen típus, aki hát tulajdonképpen nem akar reklamálni, de mindig rosszul jár. Lásd, Jani. Jani nem egy reklamálós típus, de 10-ből 8 óra jót teszem, neked elszúrják, hajszál van benne, vega helyet, békönt tesznek rá. Tehát te nem tudsz egy helyen zökkenőmentesen megkajálni, úgyhogy ne érjen atrocitás. Miután ezt észrevesztem. Igen, miután én elfogyasztottam az ebédeti étterem, mindig érdemes megnézni a tányéromnak a szélét, hogy mi van ott. Ki oda. Igen, néhány amalgántömés. Mit az indul a bakterházba. Legyek cipőfűző. Igen, legyek cipőfűző. Üveggolyók és kisebb könyvek. De a panaszkönyvig te nem jutsz el, vagy szoktál írni? Nem, ezt figyelj, ezt szerintem bármilyen étterembe mész, ez azért időnként így benne van a pakliba, hogy mit tudom én, egy hajszál, egy hát időnként benne, na de ami nálad van. Ja, de hogy hülye vagyok, hát te nem panaszkönyves vagy, te levelet írsz otthonról. Ugye? Hát persze, hát idő kell hozzá, megérted. Mit feldolgozod? Meg otthon van F7-es gomb. Igen, nem tudom, hogy, de egy internetes lap összegyűjtötte a legnépszerűbb, legemlékezetesebb éttermi panaszkönyv beírásokat. Hát ez egy érdekes dolog, ugye, hogy ezt most kikérték, vagy körbejárták, vagy bekérték a panaszkönyvet, nem tudom. Minden esetre összeszedték azt, hogy milyen vicces beírások voltak már panaszkönyvekben, és ki mit írt be, ki mire fogta, ha nem akarja kifizetni a számlát. Hát szemezgessünk, ezekben van egy-két érdekes. Igen. Egyébként van egy-két érdekes. Hát, ha nektek ilyet tálaltak fel a családi asztalnál, Feri, csoda, hogy életben maradt. Na, elég szépen maradt a véletben, látod? Nagyjara. Igen, nézzük, miket írnak be a panaszkönyve. Én nem vagyok egyébként ez a panaszkönyv kikérős. Tehát, hogy valami nem ízlik, a plusz energia kikéred, beleírod, kihozzák, nem tudom, nyűg az egész. Ha a felborított, már... aztán elég beszédes, nem az már. De attól te már, én mindig arra gondolok, hogy attól a tiéd már nem lesz jobb, nem? Nézi ezt valaki? A panaszkönyve? Ez elvileg bekérik ellenőrzésre a panaszkönyve. Elméletileg a tulaj vagy a vezető is illene megnézze ezt a dolgot, de az igazi veszélyforrás az az, hogy a hivatal jön és az néz bele. Bizonyám, tehát az vagy bekérik, vagy belenéznek, ugye? Hmm. Hogy ha beírásod van, az be kell küldeni. Talán, így van, és akkor neked, tehát az neked, mint étterem a rossz. Ha én azt szoktam mondani, hogy már odáig, tehát ha nem tudod kezelni a vendég nyűgét, baját, ami vagy jogos, vagy nem, és odáig eljut, hogy panaszkönyv van, az már tényleg nagy baj. Igen. Tehát, hogy ezeket lehet azért, meg lehet dumálni. Mondjuk, ha nálatok, mondjuk Balázs kikérni a panaszkönyvet, attól ne tartsatok, úgyse tudja elolvasni senki. Én ezeket a kérdőíveket se töltöm ki, egyrészt azért, mert rohadt rondán írok, de hogy egyszerűen nem. Szörnyű volt az ajánló voltunk hétvégén. Sok szempontból a gyerekek élvezték, de nem volt erőm, hogy kitöltsem ezt a kérdőívet. De volt valaki a családban, aki viszont erre szentelt egy kis energiát, hogy valakire mindig számít. És ő gyöngybetűkkel ír. A jó az, csak ezt nekem kellett leadni a recepcióm. Próbáld, hogy összehajtani, tudod, félbehajtani, ne nyissák ki, ne olvassák el. Kitépted az oldalt. Majd, ha már nem vagyunk ott, akkor elolvashatják egyébként, igen. De hogy nincs energiám. Én nem hiszek abban, hogy ettől jobb lesz. Kitöltesz egy ilyen szórólapot ott a hotelben, vagy bárhol, hogy most akkor elégedett, hogy a szolgáltatása, honnan hallottál, tényleg forró volt a húsleves, ráhúzott, hogy nem volt forró, jobb lesz. Könyörgöm, tehát azért írsz be, nálunk is volt ilyen vendég, aki mondta, hogy meleg a leves. Hát mondom, jó napot kívánok, így szoktuk adni. De érted? Csak azt mondta, hogy az gyümölcsleves, Feri. Nem az volt, hanem húsleves, érted? Tehát, hogy onnantól ez azzal nem tudsz mit csinálni. Én bízom azért benne, hogy ezeket tényleg elolvassák és megfogják a tanácsukat. Én azért szoktam ötleteket adni, hogy mi lehetne változtatni. Visszamész ellenőrző? De miért, benned miért van ez a, nem is tudom, ilyen ez a... Tehát, hogy te ezt kicsit úgy élvezed... Tessék, hogy benned van egy ilyen megrendszabályozási szándék. Igen, egyrészt ha a rosszat nem mész vissza, nem? Tehát rosszat, tehát nem mész vissza. Tehát most
Mit érsz el azzal, ha belejössz? Kicsit kielégülsz tőle? Te kicsit kielégülsz, mert ezt szereted, én ezt észrevettem. Igen, mert azok a másfél percek, amik egyébként tehát amikor kell. Megkérdezik, közösen eszünk valahol, János, és megkérdezik, hogy milyen volt, tudod, és már jaj, ne. Tudom, 8 percen keresztül elemezzük a túros táska és a túros csúszának a tésztának a színét és a csúszásságát és a túrosságát és az állagát, hogy neked hogy van energiád. Igényes. 4,5 percen keresztül beszélj egy lebencslevesről. Igényes vendég. És én úgy szoktam szeretni, és én otthon úgy, és elmondod, hogy készíted. És ott már pincér is már látom, mert vakarózik, már izé a haja égnek áll, ez úgy kell csinálni, és te kicsit előadod, hogy csinálják meg azt a levest. És amikor például elkezdik olvasni mondjuk ezeket a kis kérdőíveket, és látja, hogy valaki beírt oda, ahova az egyéb kategóriába, és elkezdi olvasni, hogy mit ír, azt mondja, hogy ezek a konditermi gépek már elavultak, és hogy a legújabb edzésmódszerek alapján leginkább a szabadsúlyos edzésre kéne csinálni, hogy jó lenne, hogyha vennétek néhány erőkeretet is, különben ez a hülye? És ezt beírod? Simán volt már ilyen. Na, nézzünk egyet-kettőt, mit írnak. Az önök szakács, ez igaz, tehát ez nem kamu, ezt nem valaki kitalálta, ezek tényleg igazi panaszkönyvekből vannak. Az önök szakács a túl ronda. És egyáltalán nem... Hát ez most miért? Figyelj, az önök szakács a túl ronda, és egyáltalán nem olyan, mint Laci bácsi a tévéből. Szerintem magukat átvertek, kérem, a saját érdekükben vizsgálják ki az ügyet. Írja valaki, vagy írta valaki a panaszkönyvön. Halásztrét rendeltem, és spagetti volt benne, és még kenyeret sem adtak. Hát hülyék maguk. Nem spagetti, csak hozt, hogy bajai. Ma már a harmadik étterembe jöttem be, hogy végre marha pörköltet egyek. De sehol nem akarnak adni nokedlit. Mindenhol csak galuska van. És azt akarják hazudni nekem a pincérek, hogy az ugyanaz. Hát az apjuk. És ez a mondat, érted a vége. Nagyon jó. Következő nagyon okos. A köretként felszolgált burgonya nem volt megpucolva. Rajta volt a héja. A húst azért megsütik? Kérdezi valaki, nyilván héjában sült burgonyát kapott. Ugye nem tudta nagyon hova tenni, igen. Ez mondjuk szellemes, de jó. Illetve nem szellemes, ez igaz. Tehát erre lehet, hogy én is beírnék. A pincér leöntött egy korsó sörrel, utána meg rámborított egy tányér pacal. Azt mondjuk, lehet, hogy nem vagy túl szerencsés, igen. Ma a férjemmel betértünk az önök éttermébe ebédelni, de a pincérek be vannak. Kérem a felszolgálás minőségének emelését. De milyen szép, látod? De milyen szép, tehát, csak ennyi, ő csak ennyit kér, hogy legyen egyen jobb. Tisztelt étteremvezető, tájékoztatnám, hogy az éttermében a mosdók állapota több, mint felháborító. Az ülőkék konkrétan le vannak kemve. Ral. Aha. Mind a négy fülkében. Végig mondjuk itt megértem, hogy beírt. Mondjuk hát, erre megértem. Lehet, hogy erre beírnék, igen. Húslevest kértem májgombóccal, a pincér meghozott valami egy csészében. Szellemes nagyon. A pincértől kólát rendeltem, de ő véletlenül ananászlevet hozott. Allergiás vagyok az ananászra, ha valami bajom lesz tőle, perelni fogok. Tisztelt hölgyem, jött válasz. Válasz elérni? Tisztelt hölgyem, a tévedésből elcserélt italt nagyon sajnáljuk, mindazonáltal nem értjük, hogy amennyiben valóban allergiás rá, miért itta meg. Válasz, mert finom az íze, és szeretem. Jézusom. De jó egyébként tényleg, tehát hogy kérsz egy kólát, tudod, hogy allergiás az ananászra, de azért megiszod, ugye? Hogy azért ez így kemény. Távozáskor a felszolgálójuk indulatosan szólt hozzám, és megfenyegetett, hogy rendőrt hív. Igaz, hogy véletlenül elfelejtettem kifizetni a számlát, de akkor sem kéne így viselkedni. Na. Tényleg feláborító. Egyébként tényleg szemét dolog, igen. A pincérek bunkók, és szerintem fanször volt a rizsben. Azt mondjuk én se tudom soha eldönteni. Hogy ez mi? Hát azért az... Én arra próbálom fogni, hogy a hajszál, a rövid hajszál hőkezelés hatására összeugrik, és akkor lesz ilyen kis bongyorka. Akkor igen? Akkor hasonlít. Hát legalábbis ezt próbálom mondani, ha valahol van benne. Ráadásul férfi. Tudod, végez ott a letolva. Illedelmesen megkértem a pincért, hogy nem lehetne csinálni egy kis grízes tésztát nekem, amire ő bement a konyhára, és még itt az étteremben is hallottam, ahogy röhögnek és gúnyolódnak rajtam. Nem mindenki gazdag ám. Jogos. Igen. Ő szeretett volna enni egy grízes tésztát, de nem kapta meg, igen. Nagyon jó, nagyon szellemes. Nem kéne feltenni az étlapra valami olyan kaját, amit szeretek? Az igényes, igen. Ez jó. A WC-ben nem volt WC-kefe, úgy hagytam. Ez egy neuralgikus pont, igen. Aha. Igen.
A felszolgáló csajnak túl mély a dekoltázsa. Minden pasi őt nézi. Ez nem zavarja az étterem vezetését? Nyilván egy nő írta. Írja nekünk, ugye. Igen. Vagy írta valaki a panaszkönyvben. Szerény dekoltázs. Igen. Egyébként meg nem. Nem zavar. De ez egy tök jó, mert hogyha ugye az előbbire is válaszoltak, én is ennyit írtak volna, hogy nem, üdvözlettel az üzletvezető. Igen. A kis felszolgáló hölgy pofán öntött egy korsó sörrel, pedig csak azt mondtam neki, hogy szép kerek csája van. Felháborító. Hihetetlen, tényleg. Tényleg beírod. Felháborító, írja. Igen. Következő nagyon rövid, nagyon szellemes, az étel hideg volt, a pincér meleg. Melyikkel van baj? Ja, mondjuk ez nagyon durva, Feri, ez remélem nem nálatok történt. A felszolgáló olyan részek, hogy a pulton fekszik és hány. Nem, ott csak a tulajdonos szokott, tudod. Szerintem ki kéne neki hívni egy mentőt, mert már egy órája ott van, és felháborító, hogy minket meg nem szolgál ki senki. Azért ezt a klímót megnézném. Azért ez milyen elegáns helyre. De milyen fekszik nyugodt a vendég, hogy vársz egy fekszik órát. A pulton, fekszik a pulton, mert rosszul van, és nem mentőt hív, hanem beír a panaszkönyvbe, hogy szerinte ki kéne hívni a mentőt. Azért, amire nem gondolsz ilyenkor, az a panaszkönyv, nem? Igen, és hétvégén olvassák el, tudod. És még mindig ott és fekszik még a csávó, akkor van majd. Szőrt találtam a kajámban, mivel a szakács kopasz. Ezért a legrosszabbra gondolok. Kérem azonnal intézkedésüket. Akartam cigit venni, de maguk nem tartanak. A pincérek meg nem adnak a sajátjukból. Igaz... ez nagy igazi jó vendégszeretet, mondhatom. Pedig kifizettem volna. De mit képzel? Tényleg. Nagyon jó. Pizzát szerettünk volna vacsorázni a családommal. De a pincér azt hajtogatja, hogy nekik nincs olyan az étlapon. Mi ezt értjük, de attól meg miért nem tudnak csinálni? Liszt meg víz az egész, nem? Na, meg is fejtette rögtön. Liszt meg víz az egész. Hát mennyire egyszerű ezt csinálni? Na, drága hallgatók, hát ezek voltak a legjobb beírások. Írjátok meg nekünk, hogy ki az, aki használt már panaszkönyvet, mit írtatok bele, és jelentkezenek étterem tulajdonosok is, mindegy, hogy most melyik étteremből, úgyse tudjuk bemondani. Sokkal inkább csak mondják el nekünk, hogy mit csinálnak egy agresszív vendéggel, engedik-e a panaszkönyvet, odaadják-e, kitépik-e utána a panaszkönyv lapot, nyilván nem lehet ugye eltüntetni, vagy hogy próbálják a vendéget lebeszélni arról, hogy nem biztos, hogy bele kellene írni a panaszkönyvbe, hogy megy ilyenkor az alkudozás, van-e plusomlói, illetve vendég oldalról is kíváncsiak vagyunk nyilván, hogy nálatok mi volt az a pont, amikor panaszkönyvet kellett kérni, ha történt olyan, hogy azt mondtátok, ezt már nem lehet megbeszélni, szóval mi volt az, miért kértetek panaszkönyvet, és mit írtatok bele? Jó, SMS számunk 06 70 645 00 00. Jövünk az SMS-ekkel, Ákos, hírei után. Morning Show, Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik. Kilenc lesz, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Éttermekről és panaszkönyvekről, vagy vásárlókönyvéről beszélgetünk, ugye, amiben lehet jót is írni, rosszat is írni, ugye, hát ez már nem a régi klasszikus panaszkönyv, hogy csak akkor kéred ki a bajodon, ugye dicsérni is lehet elvileg, de nem hiszem, hogy valaki venné a fáradtságot, hogy beírjon, bár lehet. Nagyon grafomának kelleni szerintem. Viszont nagyon sok jó SMS jön, mert ugye olvasgattunk, egy internetes portál összeszedte a legnépszerűbb, legviccesebb panaszkönyvi beírásokat, és hát nagyon jók önnek tényleg, tehát nagyon szellemesek az emberek, akik beírogatnak. Nem mindig van igazuk, sőt az esetek nagy többségében nem feltétlen van igazuk. Minden esetre, hát ha az embernek valami baja van, akkor, ahogy a mellékelt ábra is mutatja, sokan kikérik a panaszkönyvet és beírnak. Ugye ez már vendégkönyv. Ide is vendégkönyvnek hívják, úgy az, amíg a világ addig panaszkönyvnek fogják hívni. Valóban ez az új neve, de hát így szoktuk meg. Igen. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk történeteket, hogy mikor kellett neki kikérni a panaszkönyvet, mit mondott, mit reagált rá az étterem, mit mondott a pincér, és hogy mi volt az oka annak, hogy ők úgy gondolták, hogy más már nem tudja orvosolni az ő problémájukat, se egy ingyen desszert, se egy innen üdítő a gyereknek, itt csak vagy és kizárólag a pincértől. Vagy egy cigi a pincértől, igen, itt csak és kizárólag a panaszkönyv segíthet. Vendégek voltunk egy étteremben, és a mellettünk lévő asztalnál az anyuka somlóit kért, mikor kihozták neki, felháborodva közölte, hogy ő nokedlit kért. Csilla, aha. Hát ebben nem tudunk igazságot tenni, lehet, hogy pincér hallotta rosszul, vagy anyuka meggondolta közben hát magát. Hát a galuska nokedli.
problémakör megint. Ja, hát most esett le, hogy ő Galuskára... Galuska? Na de akkor nem ismerte a somlói galuskát? Kérek egy galuskát? Kért egy pörköltet, meg egy somlói galuskát? Egy somlói galuska. És aha, az a galuska az valószínűleg valami nagyon kellemes köretféle lett, amiről ő még nem hallott. Ja. A desszertkért rendeltünk palacsintát, kértünk hozzá új evőeszközt is. A felszolgáló javasolta, hogy nyaljuk le a villát. Hogy ez igazán pofátlan. Figyelj, ha nekem ezt mondani, én röhögnék rajta. Szerintem nem. Na, nyaljuk le a villát. De, na te ne hülyítsél ez, hogy röhögnél, te még jó. Három nap múlva is ezen bosszankodna, hogy neked azt merték mondani, hogy nyaljuk le a villát. Én hangosan. Te vörös fejjel ülnél, elrontanák az ebédedet, estig nem menne le egy falacsa a torkodon, és 600 oldalt írnál a paraszkönyvbe. Tehát te nem vagy az a típus, aki ezzel röhögsz. Ott vigyázálás van, ha ti elmentek kajálni. Én felszolgáló vagyok egy étteremben, csipkelődős a humorom miatt, gyakran igényt tartanak a panaszkönyvre, de én ennyivel szoktam elintézni, sajnos betelt, mert ma már elég rossz napom van, ezt Robi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Még egy jó fejkedő, kicsit idegesítő, nyomulós, rosszul poénkodó pincérnél szerintem nincs fárasztóbb, amikor azt akarod, hogy kiszolgáljon, ott hagyjon, beszél az, akivel elmentél, és mondja ezeket a favicceket, elmesél még három viccet, kérdezel tőle valamit, és humorizál, na attól engem a idegráz, tehát attól mindig lefagyok. Jó, de benne írnál a könyvbe. Nem. Az valami szörnyű dolgot kéne, hogy megegyek, hogy beírjak a panaszkönyvbe, igen. Na nézzük meg az SMS-eket, hogy mik vannak. Azt írja nekünk egy hallgató, hogy én tudatos vásárló vagyok, ha túlmegy valami az igazsági érzetemen, panaszkönyvet kérek. Az elv, ami számít, ha átverés van egy átlagon aluli kiszolgálás, és még bunkó is, ott több beszédre nincs szükség, marad a levelező tagozat. Jézus Mária, hát ettől mentse meg. Minden étterem tulajdonos az Úristen. Viszont a panaszkönyvben dicséret is írható, tudtátok? Az Obinál és a postán kifejezetten dicséretet írtam nekik, eredménye is volt, mert ők pénzjutalmat kaptak azért, hogy kerestek megoldást, és kedvesek voltak velem, Melinda Siófokon. De jó. De ezt te honnan tudod, hogy ők kaptak? Visszamentél a postára, igen. És akkor mondták, hogy köszönjük szépen. Kedves Melinda, nem írna bele még valamit, mert hátra lesz fizu emelés. Bejött a nénik, és kérte a panaszkönyvet, mi egy pékség vagyunk, a pékség előtt volt egy kátyú, ő belement, és kár keletkezett a kocsi. Na, ja, hát ez... Na, eltipikus, igen. Ügye. 60 percet vártam a szalonnás tojásra, kihozták félig nyercsen, a pincér úgy dobta elém, hogy kértem a panaszkönyvet, és beírtam, ha kicsit lassabb lenne a kiszolgálás, kikelt volna a csirke. Ezt kopasz küldte nekünk. Szóltam a pincérnek, hogy haj van a levesemben. Mire ő 550 ér, mit vártál? Parókát? Mondjuk, ha ezt így mit, tehát hogyha ezt így jó fél adja elő, én ezt szeretném. Ha másik asztalán ülsz és végighallgatod, akkor lehet. Igen. Figyelj, igen. Ilyen pikírten, tényleg gúnyosan tolja oda ezt a poént, és nem pedig fülgérő vigyorral, érted, röhögve, vagy félig mentig röhögve, akkor az tudsz különbséget tenni a kettő közt. Tehát, hogy lehet, hogy bunkóság egyfelől, úgy gondolod, hogy bunkosság, másfél meg azt gondolod, hogy jó fej. Tehát, hogy most... Torkos ütörtök asztal foglalás, étterem tulajdonos írta nekünk, vendég 6 órára szeretnénk jönni 4-en. Pultos mondja, sajnos csak 9 órára van szabad asztalunk, mire a vendég már pedig, mi mindenképpen 6 órára akarunk menni, úgyhogy hívják fel azt a 4 fős társaságot, aki 6-ra jönnének, és mondják meg nekük, hogy jöjjenek ők 9. Aha. Reális, nem? Agilis. Igen. Telefonos rendelés írja egy másik étterem tulajdonos hallgatunk, vendég írja, szeretnék rendelni. Mire a diszpécser telefonszámot, nevet, címet kérnék, és mi finomat küldhetünk. Vendég egy marha pörköltet és egy ubisalit, majd lecsapja a telefon. Se telefon, se név, se cím. Elég sokat kell menni a futára, nem? Tehát ott azért elég. Sok helyre be kell csöngetni. Igen. Én egyszer sztéket kértem véresen, mire a pincér válaszolt. Én megmondom a szakácsnak, de nem tudom, honnan fog este 8-kor vért szerezni. Még azért lehet, hogy nem volt annyira a helyzet magaslatán. Igen, nem volt rutinos pincér, másik szakmából jött. Kávét rendeltem, volt benne egy szőrszár, reklamáltam, mire a pincérnő azt felelte, 300 forintért puncit is akarsz? Szellemes. Nekem az egyik barátom egyszer elkérte a panaszkönyvet Balatonföldváron egy szórakozóján. Oda is adták neki, de a tulaja egy hegyomlás volt, aki odaállt mellé és nézte, hogy mit akar beleírni a panaszkönyvbe. Végül annyira megijedt, hogy leírta, mennyire meg volt elégedve a helyen. Igen, szuper, köszönjük szépen. Igen. Én nem írtam bele a panaszkönyvbe, egyszerűen beleragasztottam a rántott szeletet. Szép napot nektek, Bob. Berakod a rántott szeletet, jó erősen becsukod és visszaadod? Hát ugye ez volt a panaszoka, tessék.
Rágós. Igen. Egyszer írtam a panaszkönyvbe, először csak reklamáltam, hogy szőr van a tésztámban, mire a pincér mondta, hogy ne, ki vele, hogy csak ez a baj, hogy egy szőr, hogy ezért reklamálok. Na erre aztán kikértem a panaszkönyvet, és beírtam. A Bakonyban voltunk egy étteremben, kijött a pincér, rendeltünk, eltelt egy kis idő, majd visszajött és elmondta, elnézést kérek, de nem találom a szakácsot. Na ez jó. Nem írtunk a panaszkönyvbe, viszont nagyon rögtünk. Ezt Dóra. Hámely volt, gond az étellel? Dóra küldte nekünk. Hisz nem volt. Nem találom a szakácsot. Egy siófoki étteremben kértünk 3 pizzát, a mellettünk lévő asztalnál egy kisebb lakodalom zajlott, nyilván velünk senki nem foglalkozott, 40 perc után hozza a pincér a pizzákat, nyújtottam a kezem a tányérért, erre a pincér vigyázz, tűzforró. Természetesen jéghideg volt a tányér. És egy pizza szélén ott volt ráigva a nejlon csomagolás. De szerintem a vigyázz tűzforró nagyon nagy képű duma. Szerintem az óriási. Abban van csibesség. Vigyázz tűzforró. Vigyázz, ott tudod, most hoztad a mikróból, kiolvasztottad. Vigyázz tűzforró. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Hello. Na, te István vagyok Szolnokról. Kértél panaszkönyvet, vagy étterem tulajdonos vagy, és neked kértek? Mesélj. Nem, hála Istennek nem vagyok étterem tulajdonos, nem lenne hozzá lelki erőm, de a legelső panaszkönyves élményemet azt el szeretném nektek mondani. Édesapámnak volt szülinapja egy jó pár évvel ezelőtt, és úgy döntöttem, hogy egy kicsit kimozdulva, Szolnoktól durván egy 50 kilométerre, nem akarom mondani a települést, van egy nagyon klassz kis betyárcsárda, amit úgy találtam a neten, és úgy gondoltam, hogy akkor menjünk el oda egy ilyen ünnepi vacsorára. És kis család kocsiba ült, elindultunk a sötét éjszakába, és megérkezve a vendéglőbe, viszonylag kevesen voltak, szépen nekivetköztünk, levettük kabátot, mindent, és gyönyörűen meg voltak már terítve előre az asztalok, kés, villa, minden ki volt téve, nem készülve, hanem általában minden asztal így meg volt terítve, hosszú lelógó abraszokkal. És amikor le akartunk ülni, kihúzva a székeket, az egyik széken egy irgalmatlan nagy ronda vörös macska szoptatta a kölykeit. Nagyon jó, de hol az asztal alatt? Nem, a széken, a széknek az ülőlapján egy nagy ronda, ilyen kopottőrű nagy ronda vörös macska két kölykét szoptatta. Úgyhogy hát így nagyon nem is ültünk neki a vacsorának. Miért? Hát annyira ez nem durva, vagy készültetek? Hát nem, csak ugye abból kiindulva, hogy nem tudni, hogy még azok a macskák hol jártak. Ja igen, hogy hova ültek föl, mihez igen, értek igen, hozzá, igen. Igen, tehát nem biztos, hogy csak a szék lapjáig jutottak, hanem följebb is, úgyhogy hát ugye az étteremben azért nem szoktunk hozzá, hogy így macskákkal szoktunk találkozni. Úgyhogy így kikértük a panaszkönyvet, és ugye ami ebben egy kicsit még csavar a dologban, hogy akkor édesanyám pont a fogyasztóvédelemnél dolgozott, úgyhogy mi apuval kis sompolyogtunk az autóba, és hát anyu egy 20 perc után jött ki egy szakmai vita után a főnök úrral, és kitöltve a panaszkönyvet elhagytuk a helységet, úgyhogy még egy 50 kilométer után Szolnokon végül is meg tudtuk ünnepelni a szülnapot, de ez egy maradandó élményt okozott. De le a kalappal, hogy ilyenkor még van energiát, tehát hogy ilyen panaszkönyvbe írni. Hát hallott. Igen, anyunak. De hogy mama pótlapot is kért. Mama kiírta magából a traumát, igen. Igen, hát az volt a gond, hogy már ugye annál az asztalnál így akkor vacsoráztak, tehát ezt nem mondták nekünk, mert akkor ugye másik asztalhoz ülünk, de meglepődtünk, hogy így már ott fogyasztanak. Igaz, hogy a kismacskák szoptak, de hát végül is volt fogyasztó vendég az asztalnál, úgyhogy azóta sem jártunk arra. Oké, köszi, hogy elmondtad. Ciao is. Én is köszönöm. Hello. Sziasztok. Hello. Én egy mobil szolgáltatónál dolgoztam nálunk, azért írtak a panaszkönyve, mert nem adtunk el buszjegyet. Hát ugye, ha arra van igény. Egy paraszt étteremben vacsiztunk, ahol így fogadtak minket. Szevasztok, parasztok, jöttetek zabálni? Így áll boszorka, hadd nőjön a csöcsöd. Nekünk nem volt gond. Tudtuk, hova jöttünk, de jöttek 60-70 év körüliek. Vártam, mikor kérik ki a paraszkönyvet. Ez Magyarországon van ilyen, mert a világban én már hallottam ilyet, hogy... Én már meg csak így privibe, hogy hol van ez a helyen megyünk. Tényleg, küld már el, hogy hova. Így áll boszorka, hadd nőjön a csöcsöd. Kedveljük, igen. Ez szellemes, ez jó, hát nyilván, ha jövők ilyen, ez az arculat, akkor az a nincs baj, nem? Hát ezt nem lehet komolyan venni, nem lehet megsértődni, hát annyira szélsőség. Egy légy volt a levesemben, szóltam a pincérnek, mire a válasz teljesen ártatlanul, jó, de nem én tettem bele. Hát, és ezzel kezdett vele. Na jó van. Meg kell mondani, nem. Most mit csinálja? Ő vállalja a felelősségét azért, amit csinált, igen. De a légyről nem tett. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Megyünk tovább, játszunk. Hármasugrást már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki!
Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Szia! Zoli vagyok. Halló Zoli, csak nagyon jó SMS-re kérem, bocsánat, mert kértem két gombot, vagy itt találtam benne egy legyet, szóltam az eladónak, majd adott 5 forintot, hogy szerint ennél többet a légy nem evett meg. Hát mennyire szemtelen. Jó uram, tegyél. Na, a kutyafáját megértem, tegyél lesz az 5 forintot. Hello Zoli, honnan hívtál minket? Sümegről. Sümegről? De jó hely, Sümeg. Mit csinálsz ott? Szakács vagyok. Szakács vagy. Ajjaj. Egy étteremben esetleg? Nem, idősek koszorában. Na, hát ők nem írogatnak nagyon panaszkönyve, nem? Hát nem nagyon. Hál' Isten, ők nem szindjások, meg ezt nekem minden. Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy azért, mert jó kaja. Igen. Nem ilyen durva, hát már nem éreznek ízeket, jó neki bármi. Már úgy sem tudják, mit esznek szegények. Na és mi a kedvenc? Mit kedvelnek a helyes idős emberek ott? Ne lekamuzzá. Nem mondd azt, hogy grizes tészta. Mit kérnek tőled, hogy meglátja, hogy jaj, Zolikám, azt még jó lenne, ha megcsinálnád. Mi a specialitás? Nem tudom, inkább a régi kaják, amik így bejönnek nekik. Tehát az ilyen cumpis tészta, a grizes tészta. Aha, bejönnek nekik mi? Grizes tészta. Aha. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? A könnyed hétfői sétagalopp. Na, ugye francokat. Feméket megnézzük. Van segítségen? Vannak itt kollégák. Igen? Igen. Jó, csak nehogy oda kapjon a gríz. Tényleg, ma mi lesz? Ma palócleves pogácsa. Palócleves pogácsa egyben? És pogácsa? Igen. Istenem, remélem a gyerekem egyszerűen ilyen otthonba fog beadni. Palócleves pogácsa, kapok valami rendes tápot, ha már főnök. Balázs bácsi. Vigyél már egy másik, egy palócleves pogácsa, éjjelzzen neki. Nincs étvágya sebesség bácsi. Palócleves pogácsa. És az egy kis kizes tészta. Megint nem fogyott el. Igen. Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik filmsztár szenvedett nemrégiben szerencsés kimenetelő repülőgép balesetet? Harrison Ford. Így van. Pontosan. Harrison Ford. Menjünk tovább? Menjünk, persze. Így szól a második kérdés. Melyik kontinens közelében található Zanzibár? Hello. Itt vagyok. Na. Most én. Na, melyik ez a kontinens? Mondj valamit. Afrika. Tippeltél? Azt hallottuk, hogy valaki szól a háttérből, úgy értettük, hogy nem kérek palócleves. Mi legyen, ha menjünk tovább? Tehát, ha majd vagyok, akkor... Így szól a harmadik kérdés. Melyik az a cetfajta, amelynek kifejlett hím példánya több méteres agyarra rendelkezik? Milyen fajta? Cet. A... Narval? Az a narval. Így van, egy fantasztikus állatról. Jó vagy. Nagyon szép volt, így van. Igen. Ha így is főzöl, akkor engem érdekel az a palócleves. Gyertek, Sümeg. Köszi a játékot. Küldjük az ajándékcsomagot, ügyesek vagytok. Ez a harmadik, ez egy kifejezetten szép megfejtés volt. Ez nem egy könnyű kérdés. Köszi a játékot. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva 9 óra. Csak azt akartam mondani, hogy a harmadikat már direkt úgy írtam meg, hogy ne lehessen rákeresni rögtön a netnél. Neten. Szarvas cet, úgyse. Még erre is gondoltam. Ugye? Igen, hogy többszörösen összetett úgy, hogy nem annyira egyszerű rákeresni. Igen, mert egy picit megmondom őszintén, már unom, hogy mindent 2 másodpercet kitalálnak, ha van net. Nem véletlenül az vagy te, aki. Így van. És nem azért lettem, ami miatt ez, vagy most te. Így van. Én. Mm-hmm. 3 perc van, pontosan 9 óra. Jövünk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Meleg van, itt a tavasz, itt a jó idő, gyerekek. Szerdáig vagy csütörtökig tart. Aztán, hát valami kisebb hidegfrontot mondanak, de nem tűnik vészesnek a dolog, és hétvégére újra jó idő. Csodálatosan szép idő lesz. Jó?
a hóvirágokat továbbra se szakítsátok le a botanikus kertek. Istenem, az a lelke. Sokba van. Na, mi van, nyílnak már, igen? Persze. Aha. Tényleg? És tilos szedni. Tilos még ott is, ahol annyi van, mint a szemét, ott se lehet. És akkor azok a nagyon helyes idős nények, akik állnak aluljárokban, és ilyen hát, csokorszerű hóvirág van nálunk. Most a helyes idős néni, ez nem egy meghatározó jelző, hogy a Blaha Lujza téri aluljáról a helyes idős néni, hanem a helyes idős néni. Hát ez alapján a nehéz őket megtalálni. De ők mit csinálnak? Ők lopják akkor? Vagy ők szedik valonnan? Vagy nekik lehet? Most vagy a kertemből se szed, ha lenne kertem. Tényleg, onnan se szedhetem? Onnan nem lehetett föl? A kertedből? Aha. Se. De miért nem? Hát mert van egy, ez hogy ez egy védett. Hát mondjuk, érted, de hát, ha te ültetted mondjuk a lakásban, ott rejtegethet szerintem egy-két töve. Titkos hóvirág mezők. Tehát csak nekem akkor a fűtést nagyon le kell tekerni. Igen, tehát a garázsban hóvirágokat nevelek, azt se szedhetem le? Hát szerintem nem. Nem mi? Figyelj, hát nem. Hogy van ez? Ez olyan, mint a kender, érted? Az hiába nő nálad. Igaz, igaz. De hát védett állatokat se tenyészhetsz. Csak úgy, a garázsba, mert azt gondolod, érted? Most egy fehér-fejű rét is asfészek van bent a, vagy hívják otokba, érted? Hát az azonnal. Azonnal jelenteni kell, igen. Na nézzük a közlekedési híreket, mi helyzet az utakon, mit írnak a hallgatóink. Népléget utána befelé menő forgalmat mérik, vigyázzon mindenki. Hatos út Pécs felé 117-es, 177-es kőnél, szürke autóban. Trafipaxoznak. Zircen a vasútállomásnál a 82-es úton a sietőket. Mérik. Ennyi? Szó. Egy méri meg egy trafi meg autó, ennyi? Jó, nem lehet mindig nagy körmondatot alkalmazni. M3-as, M30-as kereszteződésében a Debrecen felé vezető oldalon. Ott áll a háromlábú. Nagyon jó. Gyerekek, egyébként mindenhol trafi van, megőrülök. Nyíregyházán a 38-as főúton szintén. Drága fotók készülnek. És elbújtak, ez az új, tehát ettől nem kell megérni azt, mit csak tesztelik. A Flóriántéri buszmegálló Békásmegyer irányában utáni villanyoszlop mögötti kis résznél bújtak el. Uh-huh. De miért kell bújkálni, amíg tesztelik? Hát megnézik, hogy mennyire lehet elbújni? A nagyjal? Tehát tesztelik a bújást? Mert ez még tesztbújás. Azt mondom, hogy ez még egy tesztbújás. Nem látható az oszlop miatt, a rendőr meg a parkolóban ül a kocsiban. Ablakból látom, ezt Attila küldte. Nem bújnak, új az oszlop. Szépen bemosszerolták az ottani rendőr. Új az oszlop. Ők voltak ott előbb, és aztán az oszlopot kirakták. Azt ennyi, érted? És nem vették észre, hogy van előttük egy oszlop. Arra, mert lejelentették már a főkapitánynak. Vagy a főnöküknek. Mi itt vagyunk. Azt adom, vittek egy oszlopot. Ha védett madár repül a kertedbe, azt se lőheted le. Ez igaz. Nem, hát. De most miért lőned rá? Nem úgy értem, nem akarom lelőni, hanem hogy most érted. A hóvirágra gondoltam. Tehát, hogy akkor lehet, hogy az olyan analógia alapján azt sem tudod leszedni, nem. Hogy itt hirtelen ott egy hóvirág kezd el nőni a kertedben, akkor nem. Most láttam valamelyik nap egy kis filmet az Alcsúti Arborétumról, ami egyébként gyönyörű, és fogunk oda látogatni a közeljövőben, és láttam, hogy így rengeteg hóvirág, és így pont így belegondoltam, hogy oda mennék, és akkor annak idején még kedves édesanyámnak mindig szedtem, bárhol találtam, megvettem, meg ilyes, most oda mennék, így, egy marékkal így leszakítanék, hogy odaadjam annak, akit szeretek. Arborétumban aztán nem nagyon szeretik az és életi. Aztán tudod így, ránéznék, kifelé menet ott mennénk, nagyon boldog, nagyon szép volt, hogy tetszett, igen, 100 000 forint lesz. De most akkor ott nem is sétálhatsz. Mit? Nem is sétálhatsz. Hol? Hát azért ebben van az arbor... út. Hát miért ne sétálhatnám? Hát mert eltaposod a hó. Ja. Te se vagy egy az nagy arborétumban. Van az út. Hát nálunk vidéken érted. Hát út. Torony irány gondolkodik. Mert úgy át akarsz menni valahova, megnéz, megölelni egy szép fát, érted? És mész át a mezőn, hopp. Feri, elmondom, hogy néz ki egy arborétum. Van út. Van az út. Aha. Az úton mehet, és aztán az út mellett vannak is táblácskák, hogy ez ilyen fa, olyan fa, ilyen növény, olyan növény. De ha te nem térsz le az útról, akkor nem pusztítod el a növényt. Vagy a sóderút, vagy két oldalt ilyen kis beton szegéllyel van, és akkor ott tudsz menni. Hmm. Tehát ott mehetsz. Csak értem. Nem mehetsz le az ösvényről, mert akkor nagyon taposod a kis virágot. Na, jó, van. Köszönöm. Már ha arborétumba se kell menned. Hát, ez is megvolt. Hát az kutya fáradt, nincs 10 óra, és már kipipáltunk megint egy dolgot. Arborétumba se menjünk, minek? Meg ha olyan helyen jártok, ahol mondjuk táblákat látsz, halálfejre, és az van ráírva, hogy aktunk minden, akkor se menjen be a gyerek makkot szedni. Aha, jó. Tehát, hogy de ott is a hóvirág miatt. Bárki csak azt én németül így hívják, hogy aktunk a. Na, képzeljétek el, és megnéztem, hogy felkerültem már az Imre Lőrinc futóverseny hivatalos Facebook oldalára az eredmény lista, hogy megnézzem, hogy hanyadik lettem.
és fönn van már a 3,8 kilométeres eredménye is, tehát aki ott volt tegnap, és a futott, az most megnézheti, és végre megtaláltam annak a két fiatalembernek is a nevét, akik hát elég nagy látványosságnak számítottak a tegnapi futóversenyen, azt gondolom, mi legalábbis nagyon néztünk, ahogy ott kocogtunk szépen az erdő felé, és megláttunk egyszer csak két fiatalembert, aki már visszafelé jött. Na most, hát nyilván kitaláltatok már, ezek a fiatalemberek, ezek színesbőrű fiatalom emberek voltak, mi rögtön azt mondtuk, hogy na, biztos kenyaiak, és lőn! Kérlek szépen, az egyikük Justus Kipchirchir. Kipchirchir? Kiprono volt. A másikuknak nevét ezt most hirtelenében nem annyira tudnám megfejteni, de már mondom is, James Emuria. Na most, amikor azt látod, hogy te még odafutsz, ők meg már visszafutnak, és amikor látod, hogy körülbelül fel annyi időt kellett nekik ahhoz, hogy akik mondjuk persze erre születtek, mert szokták mondani egyébként, hogy a kenyaiakat a jóisten is arra teremtette, hogy meneküljenek az oroszlánok elől. Szóval, hogy fel annyi idő alatt teljesíti azt a távot, amit te végig szenvedsz, és láthatólag nekik ez egy ilyen edzés dolog volt, és nem értette senki, hogy mi a franc. De ez egyébként egy kicsit szemét dolog is. De tényleg kicsit szemét dolog is. Tehát ez körülbelül olyan, mint ha 10 éveseknek rendeznének egy, nem tudom, egy bármilyen versenyt, és elmennénk oda. Nem? És nagyon próbálnád vattacukor evésben lenyomni a 8 éveseket. Na de várj. Kihívnál vízibiciklizni 3 éveseket. Ebből a szempontból igen. Ez milyen megnyomorodott kenyainak kell lenni, hogy te egy lőrinci futóverseny meghívást lássál. Hát az az utolsó vagy a te saját országodban, meg nem tudsz elindulni, mert ott mindenki rommá ver, és itt elmész viszont alázni a lőrincieket, hogy elmenjél és az imreieket. És az imreieket, és rommá vered őket, mert elindulsz kenyaiként. Igen, nézzük a dolognak a jó oldalát, jövőre már úgy lehet majd meghirdetni a versenyt, úgy lehet majd nemzetközi futóverseny. Érte, de nem lehet, hogy ők imreiek, vagy lőrinciek? Hát miért ne lakhatna ott két kenyai? És akkor van nekik jogosultság. Nem erről van szó, szerintem arról van szó, hogy ők megnézik az éves világfutó naptárat, és mindenhol, ahol el lehet indulni, oda utaznak, megnyerik, és mennek tovább. Tehát ők ma már valószínű, hogy valahol itt a környéken, Szlovákiában. És vannak a közönkben valamilyen itt a gyáli menekültáborban? Nem, ők ezzel haknizzák szét a világot, hogy mindenhol elindulnak, és mindenhol román nyerik magukat, és mindenhol elhozzák azt, ami ezzel járni. Mit kapott az első? Hú, nem tudom, hát ez engem alapban nem szokott érdekelni. De volt valami minimális, egy színes tévé, pénzdíj, valami. Persze, hát voltak azért szponzorok, nyilván összeadtak egy ilyen jobb csomagocskát. A kenyai nyereményvadászok, ugyanaz, mint egy hallgató, aki betelefonál a Juventus rádióba reggel, és elmondja, hogy ti vagytok a királyok, csak titeket hallgatlak, 3-4-10-kor már itt van nekünk, mint naphallgatója, 10:30-kor meg a Musicban már, nem tudom, időjárás jelent, és közlekedés mond, és elmondja, hogy ti vagytok a legnagyobbak. Lehet, hogy tehát ők a kenyai nyereményvadászok. Egy két óra múlva meg kéne néznem az eredmény listákat, kerületi futóversenyek tekintetében, és mindenhol. Egyszer első Justus Kipchirchir Kiprono, másszor második James Emuria, néha pedig felvált, megnyerik a versenyt. Most jó a genetikád, adottságod van a futáshoz, mit csinálsz? Benevezel minden futóversenyre, ahova tudsz, és mindent megnyersz, és abból élsz, hogy te futóversenyeken indulsz. Egyébként simán ezt csinálják, de ezt most tök komolyan el tudom képzelni. Élvezik is, de arról van szó, hogy meg akarják ezeket nyerni. Hát most te hogy tudsz versenyezni egy kenyaival? Sehogy. Nem? Ebben vagy, jó csinált. Ő már lehet, hogy lent fut most Békés Csabán, holnap már átmegy, mit tudom én, Szlovákiába, fut egy kicsit Ukrajnába, és minden a hülyére nyerik magukat. Hát nincs európai, aki őket le tudja verni. Nincs. Tehát könnyű úgy elindulni egy futóverseny, hogy tudod, hogy hát utcai, nincs ellenfeled. Tehát ilyen kisebb utcai futóversenyekben biztos nincs, azért vannak nagyon jó atléták, tehát vannak hát, egy-kettő, aki meg tudja szorítani. Persze. Azért itt a Nagy Tamás mondjuk 23 perc, 25 másodperccel azért a nyakukon volt. Az mit jelent? Abszolútban. Hát az, figyelj, az egy, az, hát egy 20. Hát addig már kicsapott, követte a plazma tévét, már ment, Feri egyre. Nem, dehogy is, ment, hogy hívják, Rákoshegyre. Mert ott is indult egy futóverseny. Hát, most ezt tök komolyan mondom. Én ezt tök komolyan mondom, hogy itt arról van szó, hogy megnézik, mennyi a pénzdíj, itt ennyi a pénzdíj, annyi a pénzdíj, és elindulnak, mert tudják, hogy senki nem tudja őket megverni. És plazma tévére nem is jönnek? De csak a lóvé. Plazma tévé pénzdíj, érdemes lenne utána, nincs fönt a honlap, hogy mi volt ennek a futóversenynek a nyereménye. Első díj, mit tudom, 500 ezer, 300 ezer, 100 ezer, 50 ezer, tök mindegy. Csak minden második nap nyerjen meg az országban, vagy itt a térségben, Európában egy futóverseny. Nem? Már meg is vagy. Tulajdonképpen fél profi futók, akik ebből élnek. Tehát, hogyha annyi fánkot nyerhet, ha hány kiló, akkor ez neki eleve nem is játszik, mert hogy nem túl sok. Jó, hát becsomagolja, vagy elviszi, vagy nem tudom, odaadja gyerekeknek. De mi mire gondoltok? Mi lehet? Élvezetből egyszer csak eljöttek Kenyából, és a lőrinci futóversenyre beneveztek, szerinted? Figyelj, ez a tizedik jubileumi volt, tehát, hogy... Ja, megértem. Igen, a New York maraton, igen, a bostoni maraton és a lőrinci futóverseny.
és jobbról pedig a halmi dűlő látható. És ezért, hát figyelj, ez nagyon, érted, nagyon ha én imádom Lőrincet, akkor más is imádhatja. De jó, hát minden lokálpatrióta szereti azt, amikor az ő térségében rendeznek futóversenyt. Van Török Bálinti, Budaörsi, Budakeszi futóverseny, Hüvösvölgy. Ezek tök jók, hát ezeken el kell indulni. Nem lehet őket valahogy kigáncsolni, visszafogni, megkötözni az öltözőben, valahogy pokrócot tenni rájuk. Nem, mire megkötöttem a tenyeremet, hogy lenyomjak nekik egyet, hogy már futottak már. Kikérem magamnak, hogy itt kenyai futóversenyzőkért, román nyerjék magukat, és elvegyék tőlünk a dicsőséget. Nem lehet, hogy valami ezért valami bedőltek, valami fordításnak, hogy látnak, hogy a sportkastélytól indul, és akkor így jön, sportkastel. Hú. De nem lehet, hogy ők egyébként Rióba mennek, csak nincs repülőjárat, vagy nagyon szegények, és ők futnak. És egyébként ahány futóversenyben belesétálnak, azt mind megnyerik, de ők egyébként nem, ez nem végállomás, tehát hogy ők mennek Rióba. Az a baj, hogy ebben volt egy fordító is ebbe a versenybe, tehát hogy akkor egy picit azért visszafelé is kellett futni, jó? Hát gondolták, hogy milyen furák ezek a magyarok, itt mindent kétszer kell lefutni, visszafordultak. Tehát simán lehet, hogy valamikor 2011-ben elindultak, nem Kenyából, és most értek a közép-európai térségben, és mennek át, nem tudom. És akkor viszik utánuk kontérrel a plazma tévéket? És mindent, és mire megérkeznek, jó, addig 600 futóverseny megnyernek még. Hány perc alatt futották le? 22 mondja, perc alatt? 22-53 lett 22-54. Jézusom, le se zuhanyzom annyi idő alatt. Aha. Jézusom. És te mennyi voltál? Hú, hát én ilyen 39-50, tehát 40 másodperc, vagy 40 percen belül voltam, de ilyen semmi extra. De mi van, árbújsz a kordon alatt, és elindulsz visszafelé? Hát szerintem elég sokan megjegyezték volna. Hát ez... Uh-huh. Nincs az egy emlékezetes momentuma lett volna. Hát, mert ha ugyanazt a távot futod le, akkor csak van egy ponttól vissza tudsz fordulni, gondolom kordonnal volt elválasztva, vagy valami, nem? Tudtam volna rövidebb utat, egyébként elég jól ismerem a halmi dűlőt. Indultam. De végse szép. Ott volt az esemény fővédnöke a bajnai kordon. Na jó. De a feltételezésed viszont igaz, mert itt igen? A hír kenyai futó nyerte a bosztoni maratont. Mondom, hogy hakríznak, gyerekek, hakríznak, mennek körbe, és mindenhol leveszik a sápot. Nem, mert csak szólt. Két kenyai futó van, és mindenhol jönnek meg a világon. Kenyai futó nyerte a harmadik kolozsvári nemzetközi maraton. Mondom, hogy mit akart még? Higgyétek el, azt hiszitek, hűlök, higgyétek el, hogy megélhetési futóversenyzőkről van szó. Végignézték a naptárat, és mennek Kolozsvár, Szentpétervár, Budapest, Maglód, Lőrinc, ennyi. Tudd már meg, mennyi volt a pénzdíj? Nem vagy jóba a polgármesterre? Az alpolgármester volt a fővédnök, szerintem, ha jól emlékszem. Igen? Kérdezz már meg, csak kíváncsiság volt, mennyi pénz volt a fődíj, hogy mit nyert ezzel nem, a két kenyai? Nem volt szerintem olyan nagy összeg. Nem volt olyan nagy De miért összeg. Kell ez kettő kenyai? Mennyire okosak, biztosra mennek? Hát a második hely az még pénzdíjas lehet. Okosak. Ugye, az már ciki, ha mind a hármat elviszed, igen. Ezért ketten vannak. Nem lehet, hogy az állami költségvetésbe megy? Hogy? Tehát valójában ők beépítettek? Kenyának futnak. Ja, azért vannak ketten. Ja, azt hittem, hogy a magyar figyel. Államnak a költségvetésében is mindenhol egyébként a kenyaiakat indítja a magyar állam, kvázi tulajdonképpen nem perül pénzbe a futóverseny. Ennyi. Ravasz. Egy másodperc volt kettőjük között. Hát az egyiknek hosszabb volt a karja. Mi művel indulhatnánk, amit megnyernénk? Aha, tessék. Nagyon jó az ötlet. Tessék, bármiben csak hárman legyünk. Riporter kerestetik 8 évesek között, mindig elindulnék. És kiderülne, hogy mit tudom én, a Székesfehérvár riporter kerestetik 8-14 év korosztályának, győztesen nyer 500.000 forintot, és valamilyen nem tudom, távtanulmányt Londonba, és elindulnék, és nem tudnának róla beszélni, és ott ülnék a 8 évesek között. Körülbelül olyan, mint amikor a kenyaiak eljönnek ide futni, nem? Hát körülbelül ez. Ugye? Mi lenne olyan dolog, amihez mi értünk, viszont biztos, hogy nem értenek az összes. Az ötödikesek. Aha, tehát felé indul egy olyan versenyen, amit mondjuk tényleg ilyen óvodásoknak, ha ki tud többet a főzésről versenyt, tudod, és akkor... Azt hittem lángos evés. Kis Zolika, kis horvát ödönkörre, a Kuczi Ferenc, hetedik osztályos tanuló. Csak mondom, hogy Pécset négyen futottak kenyaiak, és a pécsi futóversenyt is megtaláltam. Mondd már. Mondom, tessék, gyerekek, hát tudom, hogy erről van szó. Lehet. Megismered, lehet, megismered. Hogy voltak azok. Most, hogy mutatod, Feri, mutasd. Gyerekek, rákerestem, van egy magyar menedzser, aki kenyai futókat futtat, igen? Havi hogy én milyen okos vagyok, és megint megfejtettem valamit, amit viszont nem én találtam ki. Mit csinálsz? Fogod két ilyen kecskepásztornak, elhozod őket Kenyából, mert egy simai kenyai kecskepásztor rommá ver, mert genetikailag zseniálisak egyébként. Középszerű futók valószínű Kenyában, persze. Mert ott minden, tehát ott úgy mész iskolába, ezt olvastam egyszer, hogy 10-18 kilométert futnak a gyerekek. Futnak!
úgy mennek iskolába, nem megy értük busz, nem sétálnak. Hát mert a busz túl lassú. Megkapod az iskolatáskát, ezt figyelj, megkapod az iskolatáskát, és azt mondják a kis 6 éves kisfiúnak, irány az iskola, 18 kilométer, gyerek föl kell 7:30-kor, és lefutja. Letanulja a dolgot, megtanulja, és hazafut. Igen. 18 kilométer. Azért azt még pókjárásba se gurulom le. Tehát azért hát ez nem csak úgy van, hogy fogunk egy ördögszekeret Ferivel, és leguruljuk. És ha tudod, mivel tudod, hogy így indítják reggel a gyerekeket. És ez ezt komolyan mondtam. Puszi, puszi, itt a kis tarisztjál, itt van benne a kis elemózsnyel, aztán pedig még csak annyit mondanak. Meee! Oroszlán ki a dzsungelből. Igen, tudod, mi a motiváció a gepárd. Genetikailag, mi történt megint, mire jöttünk rá, gyerekek? Lelepleztük a nagy csalást a futóversenyen, illetve pontosabban nem csalás. Egy magyar manager, megint a magyar milyen okos, nézd meg, megint ki az okos. Nem rossz. Azt mondta két kenyainak, figyelj, és lemerném fogadni, hogy átalányba futnak. Ha persze, százalékot. Biztos fed. Vagyok benne, hogy nettó 150-ért futnak. Elhiszed? Két átalány futóval találkoztál te hétvégén. Mi történt? Átalányi futók nyerték meg a lőrinci futóversenyt. Ők nem ővék a pénzdíj. Három plazma tévéből kettő menedzseri. Én túl naiv voltam, én azt hittem, ezt két okos kenyai találtak ki, de nem. Nem. Hát itt is van egy magyar. Vett négy kenyait. Már ugye szerződtetett, igen, bérelt nekik egy lakást, itt laknak, tulajdonképpen nincs különbség a tájmasz szőrök között, idehozod őket, lakást bérelsz nekik, van négy kenyaija. Igen. Nézi a futóverseny naptárat, és elindítja őket. Na ide figyelj, Kiprino. Én Emúria vagyok. Ja, akkor Emúria. Mennyit kell futni? 8-at? Nincs kedvem. Na, ki az ágyból, úgy 8-at lefutsz, térülsz, fordulsz, itt vagy. 10. Imre Lőrinc. Hol vagyok? Lőrinc, fussá. Elindítottam. Melyik ország? Ez az ország, hülye. Na. Mit találtál? Mi van még? Kérlek szépen, ez a tím, ez működik. Egyébként nagyon jó magyar futó fiú csinálja a dolgot, most nem tudom, hogy aktív-e, és a környező országokat végigjárják. Nem van neki el, hogy kenyai atletikája, és szépen mennek. Soha a büdös életben nem jöttél volna rá. Arra, hát és megfejtettem, hogy és bérfutók. És nincs leigazolva sehol. Tehát nem számítanak profinak, akkor gyakorlatilag tényleg indulhatnak. Egyben tévedtem, hogy én azt hittem, hogy ők csinálják. Tehát, hogy azt mondta két kenyai, gyere, oludájó, menjünk el, fussuk végig a világot, és gazdagodjunk hülyére, de nem, annyiban tévedtem, hogy egy magyar menedzser áll mögöttük. Igen. Nem létezik, hogy mindenhol kenyaiak nyernek, ez annyira átlátszó. Bojkottálni kellene néhány országnak a megjelenését a kerületi utcai futóversenyeken. Én például támogatom, hogy csak eszkimok indulhassanak el, ha valami külföldi, érted? Mert aki így a futásra született, hát az biztos, hogy rommá ver mindenkit. Igen. Na mindegy. Azt írják itt közben, hogy 2009-es futóversenyt is ők nyertek már itthon. Igen? Aha, igen. Tehát lehet, hogy 2009 óta létezik ez a tím. Nem, eddig 2009 futóversenyt nyertek meg. Tessék, most olvasom a cikket, azt mondja, hogy ez 2009-10-4, igen. Az október 4-ei 24. mit tudom én, Budapest Nemzetközi Maraton és Futófesztivál Magyarország legnagyobb, legnépesebb futóversenyére. A világ minden tájáról érkeztek résztvevők. Például. Törődő, mi is ott voltunk. Igen, Máté Szalka, Kőszeg, Balassagyarmat, Szeged és Kenya. A versenyt két kenyai futó. Ugye? Na megvan. Hogy hívják emberedet? Megtaláltam. Kipcsircsír. Justus Kipcsircsír. Akkor ő nem, mert a 2009-es nagy maraton Mózes Csepkovin nyert. Aha. Kenyából 2 óra 25 perc alatt. Atyaisten. De ott volt azért egy Birli Ferenc és egy Tóth Tamás, akik megszorongatták a kenyait. És nagyon vicces, van egy fotó, csak fehérek, nem tudom, és hátul a tömeg van, ott fut a kis vékony kenyai. Hát egyelőre itt még rejtőzködik, nincs elő, itt még nincs elő, rakparton ott fut, óvatosan a 10. helyen. Gyerekek, hát zseniális ötlet. Csak mondom, hogy közben találom folyamatosan cikkeket, a tavalyi félmaratont is 3-4 kenyai nyerte meg. Mindenhol ott vannak. És ez neked nem tűnt föl, vagy ezen nem gondolkoztál futás közben, hogy ebben lehet némi üzleti szándék. Hát és erre nem mi jöttünk rá, hogy kenyaiakat alkalmaznak. Megélhetési futók. Jó, de kit indítunk, Pákót? Vagy... Hát mert szerzünk. Szerzünk mi is. Hozunk, megbeszéljük velük, nem tudom.
Na tessék, ott voltam a díjátadón, írja egy hallgató, azt mondja, hogy, na most már göngyölítsük föl ezt az közben jönnek az SMS-ek, Balázs, ne óvisokkal versenyez, menj biztosra. Bölcső, de mi? Jó, szellemes az SMS. Azt mondja, hogy igazából Balázsnak összefognak, és megbeszélik, hogy ki melyik versenyen indul. Ha két verseny van ugyanabban az időben, és egy időben zajlik, akkor egy megy ide, egy oda, a végén osztoznak. Hát ez gyerekek zseniális. Genya ez a kenya. Jani, kérd a paraszt könyvet, írja a futókönyvébe. Tényleg, be kell írni a futókönyvébe. Szörnyű világ ez, hogy már nem tudjuk megnyerni a saját futóversenyünket, igen. Igen, de ne izgulj egyébként, mert ahogy látom Bostonban és Londonban is hülyére vernek mindenkit, úgyhogy abszolút nincs félnivalód és nincs szégyelnivalód. Hát figyeljetek. Olyanok, mint a mirigyék, hogy ha 9-en vannak, 3 fele mennek? Hát a legnagyobb. Egyszerre az országban van 3 mirigy koncert, az megvan. Győrben 11 óra, Székesfehérvár 11 óra, és Miskolc 11, és mind a irigy hónai mirigy koncert, mert 3 felé mennek. Zseniálisan csinálják egyébként. Most már ne arrogjatok, nem tudok nevetni ez a dolgom. Igazából a belegondolok, hogy, hát hogy most abszolút büszke lehettem volna 57. is, ha ezek nincsenek ott. Most annyira büszke vagyok magamra, hogy erre rájöttem. Ennyit a sporttisztaságáról. Beszéltünk valamiről, és 15 perc alatt felgöngyölítettük az ügyet. Figyelj, a Bamako az megy Kenya felé? Persze. Bamako rally. Magyar menedzserük van, akkor ez az, amit te mondasz. Magyar menedzserük van, már mindenhol utálják őket, írja egy hallgató. Hát ezt most mire alapozza? Jó, nem hát tudom. Ez jó, ezt gyerekek, nem tudjuk, hát persze. Nincsen ezzel gond. Figyeljetek, addig, amíg azért a szabályok ki nem mondják, hogy csak magyar állampolgár, vagy csak kerületi lakos, vagy ilyesmi, addig bárki indulhat, tehát, hogy ilyen értelemben nincsen ezzel semmi gond, csak hát persze fur. Figyeljetek, elküldték nekünk, hogy melyik tímről van szó. És itt azt látjuk, elküldték azt is, hogy hány százalék a menedzseré. Na mennyi? 30% a menedzseré, de adjuk meg nekik a lehetőséget, aha, hívjuk föl őket holnap. És mondják el, hogy ez egyáltalán hogy működik. Tehát ez így korrekt, ezt most így megfejtettük hirtelen, de hogy... Beszélni akarok Kipcsicsire. Egyrészt adják oda Kipcsicsirit. Hanyadik lettél volna, ha ők ketten nem mennek? Figyelj, mondom neked, 57. helyett 59. lettem abszolútban. Kipcsipcsiri kiszorított. Kipcsipcsiri kikérjük magunknak, de tényleg. Hogy mondja el a teamnek a vezetője, a menedzsere, hogy ez hogy megy, hány futót indít egyszerre, hát ez nem titok, meg hogy szerintem előbb-utóbb tényleg mindenki rájön, hogy érdekes, minden magyar futóversenyen indul a kenyaiak, hogy nem. De hogy tényleg hogy működik, mi a policy, és fixben vannak bérfutók, nem bérfutók, tehát hogy nézzünk rájuk majd a következő futóversenyen, na nézd a két bérfutót, érted? Általányfutók, vagy ők esetleg részesülnek, hogy megy ez, hogy találta ki, az ötlet egyébként zseniális. Én azt hittem, mondom, a kenyaiak ennyire okosak, de akkor valaki összefogta őket, persze, hogy egy magyar ember. Igen, tehát az a kérdés, hogy ők nagyon profi vagy amatőr státuszban indulnak. Hát tök mindegy. Na mindegy. Jövőre ki kell mennünk a Bamako rallira, és akkor meg kell kérnünk a szervezőket, ha megnéztem, sajnos Kenya felé nem nagyon mennek, de hogy mit tudom én, egy kanyar arra. És akkor hozunk pár futót. Két-három fiatal jó képességű futót mi is elhozunk magunkkal. De egyébként gyerekek, az ötlet zseniális. Nézd meg egy országot, nézzenek, miben jók, emeld ki őket, és túráztasd őket végig a világban, és indítsd amatőr versenyeket. Tehát zseniális az ötlet, nem? Nagyon jó. Zseniális az ötlet. Csak a megfelelő országból kell a megfelelő sportra szerződni. Hát ebben azt ki kell, rá kell jönnöd, hogy hol, miben kik jók, tudod, hogy az afrikaiak jó futók, és elindítod őket, hogy hülyére keresed magad. A következő szabink van. Öt versenyt havonta. Hát így hülyére keresed magad. A következő szabinkon menjünk el Franciaországba, és hozzunk néhány profi pötankost. Na, a magyarországi pötank versenyen indulunk. Hozol három egyszemű, félkarú, de még így is mindenkit rommá verő francia pötangos, elindítod őket amatőr, félamatőr versenyeken, ami pénzdíjasok. Megvan a lóvény. Nyer, a sapkás öregeket tudod, akik igen feltörtenek, ugye csak. Igen, de Pierre bácsi. Mit csináljunk mi Kenyában? Hát, ha van vízilabda példa. Tényleg, vigyünk oda 8 vízilabdást, és indítsuk el őket ilyen félamatőr kenyai vízilabdá versenyeken, vagy bármi, tehát valamit akkor valahogy vegyük el tőlük azért ezt a dolgot. Tehát ne gondolják, hogy ők idejönnek csak, hogy vidáman és minden félamatőr futóversenyt rommá nyernek. Vigyünk mi valamit Kenyába, és mutassuk meg, hogy erre rájöttünk, nem? Mit csinálnak ott még Kenyában? Mit csinálhatunk mi? Vigyünk egy foci válogatott, az a baj, a kenyai foci válogatott rommá veri a magyar futball válogatottat. Tehát, hogy elmennénk arcoskodni, és kapnánk egy hatost a kenyai. Kenuban jók vagyunk. Van kint Kenu? Kenyában? Hát. Kenu kajak. Amikor víz van, akkor biztos. Hát ott azért Kenya környékén azért ott tudsz evezgetni, tehát azzal nincs baj. Igen, csak nehezíti mondjuk így az evezést azt, hogy viszonylag sok a víziló. Igen, ott mondjuk finom megesznek téged, igen. De hogy ott azért a lemész az Indiai óceán partjára, ott azért valamit ki tud őket hívni. Gyerekek, bérfutók.
Futómafia. Mi a futó, basszus? A futómafia. Na jól van. Adjunk már nekik, van valami, hogy futás naptár, vagy futónaptár, van ilyen neked? Hogyne volna, persze. Hol indulsz legközelebb? Nézzük már meg. Ja, és tényleg is, én lenyomoznám őket. És így én is fejlődnék. Állandóan lenni a nyomukban, mindig jegyzetelgetnék. Nem tudsz őket. A nyomukban lenni. Hát. Csak mondom, gyerekek, csak mondom. Csak mondom. Pilisi félmaraton. Valószínűleg kenyelyek indulnak el. Dunamenti Zöld Sportfesztivál, 19. kerület. Váci Futófesztivál. 100 kilométeres ultramaraton. Simon László emlékverseny. Na, azon nem fog edzés. Mérő maraton futóverseny. Pólusnapok. Figyelj! Ezt mind ők nyerték. Nem, ez csak egy márciusi futónaptár, amit most így hirtelen megnyitottam. Miért millió egy, most kezdődik a szezon, rengeteg futóverseny lesz. Hát én veszek egy ilyen tímet. Én kimegyek Kenyába. Kirakok egy táblát, gyere futni Európába, találok 6 darab 12 évest. Most képzeld el, azt mondod neki, hogy fix 150. Az kint Kenyában óriási pénz. Hát a tájmasszőrökkel ugyanezt csinálják. Tehát megveszed őket, illetve pontosabban nem a jó szó, hogy megveszed, elhozod őket, lakást bérelsz nekik, fix pénzben, és napi 8 órában ők masszíroznak. Mit csináltál? Elment valaki Tájföldbe, kiemelte a Vatpó iskolából őket, idehozta, nyitott 6 darab tájszalont, így elmasszírozgatnak téged, van egy lakásuk, ahol laknak, az béreled nekik, és jól menő vállalkozásod van, idehoztál 12 darab tájnőt masszírozni. Mit csinálsz? Bérfutókat hozol Kenyából. Megáll az eszem, a magyar a jéghátán is, de nem. Hát sokat nem eszik. Megőrülök. Megőrülök. Most már ne is induljunk a Vicsitán, indítsunk magunk helyet. De most tényleg te elmész, lóg a nyelve, veszünk egy kenyait. Csabival ott fogtok érted szenvedni. Hozol 3 kenyait. Mi már akkor ott fogjuk a kohibákat színni. Figyelj. Feri, nézd meg, hát milyen fussanak, hozzunk 2 kenyait, leszerződünk velük egy jó sörrel, nézd ott az emberek, nézd, ő vezet. De szépen futok. De szépen futok. És ott fut az emberünk, érted? És megnyer. És gratulálunk a Class FM hírszolgáltától Justus Kipcsircsir Kipronóna. És tényleg a legszemtelenem, hogy elindítod RTL színekben, Class FM színekben, mit tudom én, nem tudom, Népszabadság, Magyar, nem tudom, HVG színekben, mindenki nincs, a Juskucsucsú futsz. Jó, minden magyar sajtóorgánumnak fontos, hogy ő nyerjen. Ebből már mindenki presztízs kérdést csinál, mindenki elindít egy kenyai futót. Hát gyerekek. Jó, ha hal minket ez a team, akkor dobjon már ránk egy e-mailt, mi megpróbáljuk majd őket kinyomozni. Jó, morningshow@classfm.hu. Abszolút nem bántásból, csak felhívnánk, hogy hány kenyai van, mekkora az istálló, hányan vannak, milyen színek. Tehát tényleg, hát úgy értem, hogy van a Ferrari istálló, van a McLaren, hogy mennyien vannak, milyen színekben futnak, hány versenyen indulnak el, illetve mondjanak egy versenyt, ahol nem indulnak, hogy Jani ott odaérjen. Tehát mondjanak egyet, amit mondjuk értünk, kihagynak. Vagy érted, nem? És ott mondjuk nem indulnak el. Figyelj, ez nem lehet, hogy egy ilyen kenyai magyar baráti társaság tulajdonképpen. Nem, ez most már számomra teljesen egyértelmű, egy szintiszta üzleti vállalkozás. A manager is fut valószínű? Azért az milyen, amikor az alkalmazottad lenyom. Nem? Elfut melletted, ugye? Jusszuf, ne menjél gyorsan! A menedzser is indul? Valószínűleg indul a menedzser is, hát nem? Ő nagyon jó futó volt, ez a bizonyos fiatalember. Ő nyert nagyon sok országos bajnokságot. Hát akkor is, ért tehát, hozzá. Van, tök jól csinálja. Na, jó, holnap fölhívjuk. Jó, van, jönnek itt az esemesek, beszélj be. Kenyai vízilabda válogatott. Írja nekünk valaki, igen. Jól van, oké, megszólaltatjuk őket, ha tudjuk. 9:30 múlt, pontosan 9 perccel. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 1 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, holnap megpróbáljuk őket felhívni, mármint ezt a csapatot, hogy meséljenek nekünk erről. Meg hogy mit szólnak hozzájuk. Hát itt számolgattunk évi 100-200 futóversennyel, nem? Hát csak legyen 20 ezer minden futóversenye első helyezett, aminél azért van, amikor több, nem? Akkor most ha elindulsz 200 futóversenyen. Bizony. És ráadásul van, ahol 100 ezer, 500 ezeres pénzdíj is van, az nyilván már nagy versenynek kell lenni, abból nincs minden héten 2, de össze lehet rakni egy szép pénzt belőle. Azt is belegondolok, hogy hány abszolút 1238. helyen lehetett volna. Igen. Igen. Na jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó ma reggel. A kegyes hazugságokról beszélgettünk, mert hogy egy kutatásban megfejtették, hogy kijelentéseink 34%-a nem fedi a valóságot, és állítólag a munkahelyünkön és a párkapcsolatunkban hangzik el a legtöbb kegyes hazugság, vagyis párunknak és kollégáinknak hazudunk a legtöbben. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy
Ha be kellene fejezni azt a mondatot, akkor az hogy szólna, ami úgy kezdődik, hogy azt mondom neki, hogy... Hogy van? Hogy volt, hogy azt mondom... Azt mondom, de... De azt gondolom, de, ugye? Tehát, hogy közben pedig ezt gondolom. És hát kiderült, hogy azért férfi hallgatóink is hazudnak a párkapcsolatban, és a nők sem mindig őszinték a párjukkal. Erről beszélgettünk, valamint egy internetes portál összegyűjtötte a legnépszerűbb panaszkönyvi beírásokat, ami ugye most már nem is panaszkönyv, hanem vendégkönyv. Összeszedegették, hogy ki mit írt már be vendégkönyve, mi pedig ebből a válogatásból szemezgettünk. Hát érdekes megjegyzéseket találtunk. És hogy még a hallgatók milyeneket tettek hozzá. Igen, és ráadásul még találtunk egy olyan éttermet is, szintén a hallgatók írták meg, ahol már a profiljuknak pont ez a csapás irány a lényege, hogy egyszerűen parasztok. Igen. Parasztul bánnak az emberrel, igen. Na, erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan. 10 óra, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt kívánok, szevasztok, meghoztam a tavaszt, na most mit szóltok? Jaj, de szerény, aj, ez szerény. Köszi. De rendes de vagy. Már reggel itt volt, amikor te még nem, tudod? Uh-huh. Ja. Azokat vidd vissza, mert 10 000 forint szája. Miért ülsz ilyen alacsony, olyan, mint egy 8 éves kisgyerek, aki bejött a rádióba, vagy lement a fotel, vagy... Hát ahogy ráültem, egy kicsit leérve. Nem, visszatértek a heri a hasüregébe. Annyira lent vagy, olyan vagy, mint egy kisgyerek, aki ül az asztal. Ne érezzétek magatokat kellemetlenül. Följebb vagyok, mint... Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy Morning Show, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Van plusz ajándékunk is? Igen, van. Uh-huh. Jó, na mindegy. Majd holnap erről beszélünk, hogy Lőrinc a kenyai, aki is. jamaikai, aki. Morning Show? Az bizony! Sziasztok! Hello! Szia. Vártál minket? Számítottál? Igen, éreztem, hogy ráfűztetek a témára. Igen. Annyit írtál neki, hogy a kegyes hazugságok alapján mindig azt mondom neki, semmi baj, szívem, előfordul az ilyesmi, biztos a stressz. Pedig átküldeném szívem szerint a gyerekszobában. És ugye aztán írtad neki, hogy jól gondoltad, Balázs, ez az SMS jött később. Igen, ez a szeretjük, poé hogy... volt. Ez a poé volt. Az a csörgött. Igen, szólt, hogy Évi, hallgatom ám a rádiót, egyszer hazamegyek. És amúgy is egyedben volt. Hallgatja. Mi is abban bízunk. Nem is kérdezek többet, hogy honnan telefonálsz, hogy mit csinálsz, semmit, és akkor így. Igen, épp azon gondolkoztam, milyen kegyes hazugságot találjak ki, mivel nyertem ajándékcsomagot, de majd azt mondom Óven bácsival. Figyelj, cserébe, hogy ilyen őszinte voltál, és ezt megosztottad velünk, így nem kérdezek semmi jöhet, amiből te beazonosítható lennél. Jó, van egy szép ajándékcsomagod, plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblokkban, nagyon szép dolgok, úgyhogy hajrá. Jó? Rendben, köszönöm szépen, köszi. Ciao, hello. Csabikám, remek zenék? Féltem, hogy a Laurát hívjátok. Tudna mesélni, mi? Ehhez az SMS-től is küldhettem volna. Nem panaszkodhat három perces, hogy miért. Csak. Hozom nektek, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb dobása, vagy talán az elmúlt év legnagyobb dobása az 50 szürke árnyalata, nem, a szürke 50 árnyalata. Már akinek a szemem se rebben. Konkrétan egyébként nekem sem, egészen addig, amíg meg nem jelent a filmhez tartozó soundtrack album. Hát minket ugye mi érdekel ebből leginkább a zene. És, téged? Téged a film, meg a könyv? Ja, nem olvastam, csak hát ott azért vannak olyan részletek is, ami még lehet. Feri, csak a magyar változat érdekli, a szürke marha 50 árnyala. Beteg vagy. Na, erről a soundtrack albumról hozok egy dalt, Ellie Goulding énekli, Love Me Like You Do a címe. És Max Martin az egyik zeneszerző. Micsoda húzó nevek. De Max Martin, hát ő már a Backstreet Boys-ot is ő futtatta fel annak idején. Ő tehát szabadította ránk. Még, igen, és még mindig ott van. Köszönjük, Max. És Britney-nek a dalait is ő írta. Tehát... Jézusom, sok vér tapad a kezéhez akkor. Tudnám még sorolni sokáig. Istenem, sok a bűne. Remélem az FBI körözési listája rajta. Atya Isten, lenne miért bekasztizni. Elérte rajong Kozsó például valószínűleg. Tehát... Uh-huh. Szerette volna azt a sikert elérni, mint Max Martin, producerként, zeneszerzőként. Meghallgatjuk, Ellie Goulding, vagy ki jön? Ellie Goulding. Nagyon jó. Csabi jön a kívánságműsorral, kérjetek tőle dalcsokat, jó? 555-55-00, ez a telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.